Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebesti Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Jó reggelt, szevasztok! Jó reggelt! Hello, 4 perc múlva lesz. 4:30, egy gyönyörű csütörtök, fantasztikus időjárás, és mindjárt vége a hétnek. Így van, így van. A hét legboldogabb napjának pitvarában vagyunk, ahogy szoktunk mondani. Jelenleg ketten tartozunk a stúdióba, illetve nem, mert Zsűr is természetesen itt van, csak ő aktívan nem vesz részt a műsornak a menetében, olyan tekintetben legalábbis, hogy nem szólal meg, viszont az ujjai a játék, az ő játékos ujjai, az ő legendásan játékos ujjai, amit visszasírnak annak idején, még az osztálytársai, bár nem koedukált iskolába járt, hanem olyan iskolába, ahol csak a tanárok között volt egy-két csaj. De szóval az ő kis ujjacskái azok azért tevékenyen részt vesznek a műsorban, viszont a Balázsunkban nem vesz részt tevékenyen a műsorban, mert ahogy a jó cukor meg a villamos is, ő még aluszik, és majd csak holnap tartózkodik majd itt bent a stúdióban, mert egy kicsit rá kell pihennie erre a hétre, ő ugye hetek óta forgat mindenféle televíziós műsorokat, amivel meg fogja örvendezteni a kedves televízió nézők szívét, lelkét, stb. De csak majd szeptember magasságában, így van. Így van. Amikor visszaveszi jól megérdemelt rónját a nézettségi versenyben, hajszában, stb. Úgyhogy ma csak ketten leszünk a Ferivel, de a csak ebben az esetben csak? Természetesen csak mennyiségi vonatkozás, nem pedig minőségi. Azon és gondol... a tetves rohadt életbe, hogy állítsa be valaki ezekre a nyomorult szemétgépen, hogy automatikus frissítések ne induljanak el rajta. Tegnap, amikor elmentem, akkor kezdett el frissíteni, most fejezte be, majd mindjárt fel is áll a Windows. Hát nem biztos, még itt ilyenkor lehetnek problémák. Én ezt nem hiszem, komolyan mondom. Meg fogja csinálni, 10-re meg vagy, jó? 10 után meg tud nézni majd a dolgokat. Egyébként azon gondolkodtam, hogy Balázs nő rászokjon egy új csütörtökökre. Hogy? Hát nehogy rászokjon a Balázs erre a csütörtökre. Könnyű megszokni. Hát igen, azért tovább alhatsz, viszont emberi nagyságáról tesz tanúbizonyságot a következő SMS. Hello, Bali, köszönjük a tegnapi francia darazsét. Katarina is az első sor. Mit tudhat ez a srác? Francia darazsét osztogat a nézőinek? Uh-huh. Ezt ki kell kérdezzük. Aha, francia drazsének, nem tudom, hogy mire, hogy ez most konkrétan ugye a klasszikus édességre utalt ez az SMS, vagy pedig valamiféle nagyon csúnya szexuális balesetre. És az egész első sor. Amit egyikünk is akar átélni. És az egész első sor benne. Mert utána nem mersz ránézni a barátnődre reggel. Figyelj, használd a másik gépet. Figyelj, a másik gép az egy konkrétan, az egy kis netbook, tehát hogy az meg egy vicc. Tehát hogy az konkrétan a tréfa kategória. Há, miért? Tehát ránézek és vidám leszek, mert eszembe jut a 90-es évek. Na, nézd meg. Hagyjál már. Azért, mert kicsi, attól még lehet jó. Hát te ezt most neked magyarázzam. Hát nem magyarázzam. Kicsi és jó. Ennyi. Na, ezt a kettőt van. Tudja. És akkor az Ákos majd miről fogja lesz? Az Ákos behozza magának nyomtatva a híreket. Érted. Az MTI híreket. Ne válogassál már. Figyeljetek, na mindegy, ez a Ferenc azzal fogadott engem ma reggel korán, és én sajnos nem tudok erről a hírről semmit, de rettenetesen felvillanyzott. Vannak olyan dolgok, amik az ember sokkal jobban bepörgetik, mint bármilyen gurrana, meg mit tudom én, ginzeng, meg koffein, meg stb., hogy indul valamiféle 30 milliárd fölötti várrekonstrukciós program az országban. Jó reggelt kívánok, köszönjük szépen, végre felébredtek azok, akiknek a pénzek jó irányú elköltöséről kell dönteniük. Mondjuk északi szomszédainknál már mondjuk évek óta megy egy ilyen program, de nálunk is lesz ez, hál' Istennek. Én örülök neki, hogy annak is örülök, hogy a sport létesítményekre költik a sok pénzt, de ebben az esetben egy picit még jobban örülök neki, mert ez egy kicsit ugye azt gondolom, hogy mindannyiunknak szól, mert mégis csak a magyar történelemről beszélünk, meg a történelmünknek az emlékeiről. De csak lehet, aztán valahogy... az lesz itt egyébként, hogy a várrekonstrukció az az, hogy stadiont építenek belőle. Tényleg az, és Vadon úr, most mit pattog itt? Hát a magyar sport fellegvárairól beszélünk. A fellegvárairól és a leendő fellegvárairól. És a gyep alatt ott van a régi vár. Aha, tényleg. Tehát a gyep alatt meg vagyunk. Olyan szép helyre építettük. Na, látja ugye, hogy ott van. De nem, tényleg az van, ma reggel hallottam a nemzeti adón, Kossuthon, hogy sok pénzért, ha azt hiszem 20, nem csak 30 várat meg fognak csinálgatni. Uh-huh. Tehát felújítják, Sirok Mitén kap 500 milliót. És nagyon jó. Az hát első várrekonstrukció az alsó megvan. Csinálva ilyen várépítésnél nem tudom mennyit. Kedves magyarok, menjenek el, nézzék meg, gyönyörű szép a vár. Ilyen várépítésnél nem tudom mennyit ér az 500 millió, de azért egy csomó dolgot aha, biztos, hát igen, mondani akartam, hogy kinek mi a sok. De kinek mi a sok pénz. Biztos 1 milliárdot is elbír Sirok, de minden 500 millió, úgyhogy gyönyörű várak lesznek, ami azért jó hír, mert újra járhatod az egészet.
Így van. Ugye? Teljesen természetes. Megvolt a tavaszi, téli, bizonyám, őszi, hajnali. Különböző állapotokban az utóbbi, itt tudom én, tizen akárhány évre visszamenőleg. Azelőtt is már járogattam a bárakat, csak akkor még nem volt fényképezőgépem, aztán meg lett, de akkor mit tudom én, a nem lebecsülendő orrófilmekre, meg fortepára, meg ilyenekre megvannak. Megvannak. Azokat mind beszkenneltem, és nagyon jól néznek ki, nagyon mutatósak. Volt egy időszakom, amikor egy fekete-fehér fotókat készítettem előszeretettel, mert sokkal izgalmasabb, sokkal szebb, sokkal nem is tudom, plasztikusabb ábrázolás. Persze, mindegy, és egyébként csak kijöjjek a mondatból. A lényeg az, hogy nagyon izgalmas fotókat lehetett készíteni, és tök érdekes így összehasonlítgatva az akkori állapotokat, meg a mostani állapotokat. Hát vannak egyes várak, amik azért nagyon komoly történelmi múltra tekintenek vissza, de az utóbbi 10 évben gyakorlatilag semmi nem változott körülöttük, csak a gaz lett magasabb, úgyhogy na, hát én azt várom ettől a rekonstrukciós programtól, hogy ezek a várak is egy valamilyen szinten visszanyerik régi fényüket. És mindig ugyanonnan csinálod a fotót? Mert azt szerintem az összehasonlító fotók érdekes miatt nagyon fontos. Igen. Tehát amikor fotózol valahol, tegyék keresztbe. Nézd, látod a különbséget? Hogy az éjszakra ez még délről készült, tehát nyilván ugyanonnan fotóz, tehát tegyél keresztbe két letört faágat, és akkor ha 5 év múlva visszamész, akkor csak a két faághoz oda kell állni. Na, zseni, nem? És akkor most már lesz olyan, hogy felújítás előtt és felújítás után. Bizony, lesz. Én figyeljetek, engem ez a téma nagyon izgat, meg nagyon örülök neki, hogyha mást is izgat, egy picit még bízom benne, hogy legalább annyi embert foglalkoztat, mint a tenisz, pont. Vagy egyel többet, és akkor már révbe értő. De viszont elmesélném életem meghatározó és egyik legszebb élményét. A tegnapról bedobom a százast, ha akarjátok, harok rá, most nagyon-nagyon jól érzem magam. Tegnap én szoktam vállalni, meg mindannyian szoktunk vállalni, nem nagyon büszkélkedünk vele, nem nagyon kérkedünk, mert nem azért csináljuk olyan dolgokat, amikor így az ember jótékonykodik, oda megy, megcsinálja, szereti, és jó lesz tőle, nem csak azoknak, akinek segít, hanem saját magának is. De tegnap eleget tettem egy ilyen felkérésnek, van egy mozdulj egyesület, akik elhívtak engem tandemezni. Hát a tandem bringázást, ugye itt már ekészte a két fiatalember nagyon sokat, nagyon sokszor kapott érte mindenki, aki tandemen ül. Én magam szeretem ezt a kettes egységet, hogy hátul ül valaki, aki a szívedhez közel áll, és együtt beletekertek a napleventébe, és ez nagyon-nagyon jó dolog. Hát más lehetőségetek nagyon nincsen, igen, ugye a tandemen ülve, mint hogy együtt tekerjetek igen, bele. Igen, de mondjuk nem naplemente ellen is tudsz tekerni. A lényeg az, hogy lesz majd augusztus 19-én indul egy 5 napos Balaton kerülő túra, és arra készültünk tandemmel, de mondanám a különlegességét a dolognak, úgy kell tandemezned, hogy mögötted egy vakember ül, egy látássérült ember. Figyeljetek, egyrészt nagyon aranyosak, tehát hogy én azt gondolom, hogy a legtöbb fogyatékkal élő, ha te megismered, akkor egy olyan világot nyit meg előtted, amit így nem ismersz, és hogy az ő életük tökre teljes. Tehát, hogy neki nincs semmi baja azzal, hogy ő vak, látása. Azért merem így mondani, mert ők mondták, persze, lehet nyugodtan, persze, és erről beszélni. Legtöbben el is várja kicsit egyébként, hogy ne kezeld őket így másként. És pontosan ugyanezt mondták. Na szóval ment a történet, egy csomó gyönyörű tandem volt, egyet kiszúrtam, és egy Feri nevű drukszámmal egyetemben fölmásztunk a gépezetre, és mondom, hát Ferikém, mégis azért, hogy csináljuk, hogy neked jó legyen. Azt mondja, nekem már jó, tekerjünk, papa. Én mondtam, hogy jó, akkor tekerünk. Annyit mondott, hogy azért, hogy néha mondjam, hogy mi lesz, tehát, hogy merre dőlünk, merre van a kanyar, mit csinálunk, tekerjen, ne tekerjen. Egy másodperc alatt hangolódtunk Ferenccel egymásra, és annyira jó érzés volt, hogy van mögötted valaki, és nyilván ez megint az én fejemből jön, és nem az övéből, aki úgy bízik meg benned, hogy ő nem lát semmit. Tehát ha te neki vezetnéd a szerkezetet a Dunának, akkor ő tekerne tovább. Nyilván nem vezeted neki, hiszen te is ott vagy rajta. Hisz nem vagy hülye. Hisz nem vagy hülye, így is van, meg nem mész neki a falnak, meg jól fogod csinálni a dolgot, de egyszerűen olyan fajta bizalom és olyan kapocs alakult ki érted egy másodperc alatt a tandemezők között, hogy ez zseniális tehát volt. Ezek nagyon szimpatikus zseniális dolga volt a cucc, úgyhogy meg is ígértem nekik, hogy egy, de lehet, hogy inkább 2 napra én is becsatlakozom a turnéba, ott ugye 20. augusztus 20 az szabadnap, meg azt hiszem 19, vagy hogy van, 20, 21, 22, és akkor megy a turné, és akkor elmegyek egy kicsit tekerni velük, de annyira én egész nap lebegtem tegnap, hogy mennyire kevés és mennyire egyszerű dolog elég ahhoz, hogy valakinek örömet szerez. Persze. Ennyi, hogy fölültök egy tandemre, ő ül hátul, és azt mondja, hogy
mehetünk bele a világba. Meg ez nagyon komoly közös élmény, és azért például a sportértékét az ilyen dolgoknak sem szabad lebecsülni, annál is inkább, vagy azért sem. Én például egy pár hónappal ezelőtt konkrétan tavaly december 6-a környékén futottam együtt egy nagyon komoly látássérült, sráccal a Mikulás futáson, és hát ott is gyakorlatilag az volt, hogy ugye össze voltatok egy ilyen kis zsinorra kötve egymással, kis, mit tudom én, csörgő volt a cipő, stb. És akkor ott az egészséges futók idéző, tehát az egészséges ebben az esetben, sok esetben egészségesebbek, mint mi, mert nagyon komoly sportemberek vannak köztük is természetesen. Szóval, hogy egymással összekötve teljesítettük azt a szigetkört, vagy két szigetkört, már nem is emlékszem pontosan, hogy mennyit futottunk. És marha nagy élmény volt. Hát, és ugye az elején még kicsit óvatos vagy, meg kicsit odafigyelsz, csak amikor észreveszed, hogy jó futó, mint te, tudod, és már neked kell kapaszkodnod, akkor már tudod, már nem tudsz annyira odafigyelni rá, hanem arra kell figyelned, hogy egyáltalán tudja tartani a tempódat, mert ő például nálam sokkal jobb futó volt. Ekkor gáncsoltad el, nyilván. Szóval ezek nagy dolgok, jó dolgok. Nagy dolgok ezen. Úgyhogy nagyon tényleg csuda élmény volt, és akkor majd augusztus végén elmeséljük, hogy milyen volt a dolog. Gyerekek, ez a műsor nagyon rossz, ha nincs ott. Balázs, üdv, István, holnap itt lesz! Persze, gyere vissza, addig meg ismerkedj össze az összes többi reggeli műsorra. Ez egy szabadon választott dolog egyébként, és annyira azért szeretem nem a rádiózást, mert hogy egy nagyon demokratikus dolog, mert az ember bármikor, bárhova eltekeret, és akkor nem kell mondjuk kellemetlen pillanatokat átélnie, meg azzal a hiányérzettel küzdködnie, a másik meg, srácok, hogy... István, nem mi üldöztük ez nem a mi választásunk, és mi is tudjuk egyébként, hogy a Morning Show az három emberről szól, de ebben az esetben sajnos csak ketten vagyunk. De átadjuk neki, hogy te nagyon haragszol rá, hogy így ma nem van. Jött be, de holnap te is átadhatod, mert már itt lesz. Így van, de biztos nagyon jó Morning Show-kat hallgattál már, ami ön Balázs egyedül volt. Így is van, jön vissza, és akkor holnap megint teljes lesz a szekér. Addig is csá. De mondom, holnap már tudod hallgatni hármasban. Rengetegen jelentkeznek a hármas ugrásra, ennek nyilvánvaló oka van. Ugye a Forma 1-es belépőjegyek. Lehet rá jelentkezni, de ráértek még, mert az ugye 9 óra előtt lesz majd néhány perccel, és ma is adunk jegyeket. Viszont ha már erről beszélünk, akkor gyorsan meghallgatjuk a tegnapi nap egyik szerintem legboldogabb fiatal Dániel nevű magyar állampolgár. Így van. Rá van így készült. Aki életében először ott lehet a Hungaroringen, ugye a 30. magyar nagydíjról van szó, és hát nem is akármilyen helyen, mert ugye Feri nem mondta, vagy esetleg valaki nem tudná, nyilván mondjuk a beérkező SMS-ek mennyiségből az derül ki, hogy már többen tisztában vannak ezzel a dologgal, hogy az első kérdés, ha jól válaszolsz, akkor 2 darab 3 napos állójegy, hogyha a második kérdésre, akkor 2 darab állójegy plusz Red Bullos relikviák, és hogyha a harmadikra is jól válaszolsz, akkor nyilván az első kettőt már nem kapod meg, viszont van egy kettő személyre szóló 3 napos góltribünös belépő. Egy nagyon-nagyon komoly ajándék, ez tényleg pénzben is nagyon nagy összeg, hát, de hát igazából... Igen, hogy igazából azt hozza. Dani nagyon penge volt, de voltak olyan pillanatok, amikor megremegett a lába, hogy ez a 3 fiatal ember, akiből 2 most itt van segített, vagy sem, az most mindjárt kiderül. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Pontosan 7:30 van, nem ígérjük, hogy ma ugyanilyen jó szívűek legyünk. Nem, csak egy picit elérzékenyültem, mert hallottam Balázs hangját, és már most annyira hiányzik. Majd fölhívom neked 7 körül, jó? Hát, ha megébred. Csak akkor beszélhetsz vele. Írd már ki majd Istvánat, léci, Anna, jó, és küldelem PR-omba, köszi. Mindent, kedves hallgatók. Erre a játékra még most lehet ugyan jelentkezni, de nem feltétlenül érdemes, hiszen majd 2,5 óra múlva lesz, viszont fekete-fehér igendemet játszani fogunk. Most 2-1 az állás a hallgatók javára, úgyhogy ha ma viszitek a játékot, akkor eldöntöttétek a hetet, de még kihozhatjuk egyelőre is. Még egyszer visszatérek a hármas ugrásra. Azt mondja, hogy nézem a kérdéseket, amiket tegnap írtam, de már elfelejtettem. Megint kicsit későn feküdtem le. Nehezebb, mint a tegnapi? Azt mondja, nem, legyetek bátrak, tényleg, fussatok neki szerintem a harmadiknak is. Menni fog. Jó, egy kis Wikipédia, egy kis, mit tudom én, valami kis almanak, ilyen Forma 1-es almanak, vagy akármi, és össze fogjátok tudni hozni. Tényleg ott tudtok lenni, azon a góltribünön. Most a 1/4 órás hírmagazinnal folytatjuk, aztán jövünk vissza a fekete-fehér igen nem játékkal.
8 perc múlva lesz 7 óra. Egy nagyon jó Nagyon jó. Ez a Free Your Mind, ez azok közé a 10 pontos popnóták közé tartozik szerintem, amik még egy rockernek is megdobogtatják a szívét. Hát még ha ismerik például a svéd Slapdash féle feldolgozást, amiből egy nagyon pici kis részletet beadunk, mert nem akarjuk megnyúzatni magunkat, meg szeretnénk ebben a hónapban fizetést kapni. Úgyhogy de tényleg csak az ínyence kedvére egy nagyon picit hallgassunk bele. A refrént hallgassuk az végig. Gyerekek! Azért ez kemény. Nagyon jó. De igen, újra értelmezték egy picikét a nótát, és ez lett belőle. Szerettem az ilyet. Aha, egy svéd crossover bandáról van szó, és ahogy ez látszik, Svédországban már mondjuk a 90-es években is tudták, hogy hogy kell jó hangzású lemezeket hogy készíteni. Hogy kell metált játszani. Igen, hát figyelj, ott hideg van, ezért csütörtök délután van a nap, azért azt megértjük, hogy ott egyrészt A isznak, B pedig metált játszanak. Nem? Így van. Állandóan elfogy a Finlandia is a non-stopba, úgyhogy persze, hogy dühösek, azt ilyen zenéket csinálnak. Egy reakció a hírekre, nagyon sokan írtátok, hogy micsoda dolog ez, hogy véleményt nyilvánítunk a hírek alatt. Tényleg megérett a világ a pusztulásra, ahogy egy hallgató írja nekünk, citromízű sör és alga békön. Tehát, hogy ez nincs ilyen. Srácok, figyelj, hogyha hozza ugyanazt az ízt, nem akkor... hozza. Ha hozza ugyanazt az ízt, Feri, akkor miért ne lehetne algából az a békő? Mert nem hozza. Tehát te már hoztál nekem mindenféle parizert és mindenféle felvágottat, amelyek önmagában nem voltak a rosszak. Vagy a mi Gáborunk, aki csütörtökönként itt osztja az észt és az igét, ő is hozott. Jó, de olcsó Gábor, én meg olcsó János vagyok. Okay, vannak de... azért drágábbak, vannak azért még jobb minőségek, kategóriások. Tehát azok se nem. Azok nagyon jók, ezek igen? Önmagukban jó ételek, nekem nincs vele bajom, azt teszik mindenki, amit akar, csak azt nem mondjuk rá, hogy ez kolbász, nem mondjuk rá, hogy ez szalonna, és nem mondjuk rá azt, hogy ez csülök. Mert nem az. Ez alga, buzaszalámi, meg a nem tudom micsoda. Érted? De attól még lehet jó megegészséges. De nem az. Lehet jó, még egyszer mondom, ezek igen? Lehetnek finom dolgok, de nem. Ja, szabad ne felejtne, hogy valaki megírja, hogy régi indián szó a jelentése rossz vadász, ez a vegetáriánus, ezt ne írja meg senki, és tudom, igen, persze, most otthon sírva, ott sírnak valahol, nem tudom milyen, de japán tengerőblökbe az elárvult algacsemeték, mert hogy lemészároljuk igen. A vegetáriánusok a szegény ártatlan algákat. De hallottál már algás írás? Tudod, hogy ez milyen szívfajcsaró? Mi ahhoz képest milyen sertésvisítás? Jó, tehát még egyszer mondom, hogy egyétek nyugodtan, mindenkinek a saját választása, nagyon finom a kezek, csak nem bacon. Érted? Meg nem kolbász, nem csülök. Na, nem tudjátok mi az oka, hogy az M5-ös le van zárva a Rajkai határ felé levél után nem lehet felhajtani. Köszi, Kati volt a Moson Magyar Óvárról. Nem tudjuk, de ha valaki megírja, akkor azt el fogjuk neked mondani. Most pedig nézzük, hogy kivel folytatjuk a heti játékot. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Jó reggelt, András! Jó reggelt, kívánok! Szia, András! Hogy megy a csapágy biznisz? Nagyon jól megy a csapágy biznisz. Egy ilyen cégnél dolgozok, kereskedelmi igazgató úr. Hoppá! Hú, de ráérünk 7-kor. Hát ilyen? Ráérünk, hát már megyünk dolgozni. Nem ráérünk, már megyünk dolgozni. Aha. Az alkalmazottak meg ott a csomagolgatják a csapágyakat már 5-től, mi? Így van, így van. Mi meg most igazgatókám, meg mi meg megébredünk 7-kor. Csak csapágyak vannak? Nem, minden csapágy, és ami körülötte forog. Igen? Így van. Hát most így megfogtál bennünket, hogy mi van még a csapágy körül. Szíveringek például. Aha. Csavarok? Csavarok. Figyelj, van egy nagy gondom. Most tudsz a többiek, 15 darab 6-os anyát küldeni. Most a többiek, mint egy cirka 1,5 millió, ne figyeljenek ide. Van egy olyan problémám, képzeld el, hogy van egy úgynevezett ilyen training boardom, amit felszeretem ilyen 6 lapfejű csavarokkal, de sűjjesztettek. És én nem tudom, hogy húztam meg őket, de minden esetre eltűntek ebben a lukban, ugye, ebben a sűjjesztésben, és rohadtul nem tudom őket kilazítani. Egyszerűen nem férek hozzájuk semmivel. Mit csináljak? Csőkulcs. Bontást a házra. Flexel, kivágod, aztán így van. Na, látszik, hogy te sem a műszaki osztályon dolgozol. Most már értjük, hogy miért vagy az igazgató. Igen, és kereskedelmi. Ugye ott a rutin, ott az év, ott a tapasztalat. András, kivel játszanál? Flexel.
Hát úgy gondolom, hogy veled, Feri. Legyek nem. Én, így van, én még nem játszottam a héten, rendben van. Hát azért jöttött rád a választás. Ja, János visszaszámlál. Trito van fire. Azt tudtad, hogy nekem is műszaki végzettségem van? Persze. Neked is az van? Kereskedelmi végzettségem van, nem műszaki. Oh, de sajnálom, nem műszaki. Igen. Ezért nem akartam arcoskodni, mert tudtam. Bizony. Igen, ezek azok az önkéntelen nemek meg igenek, amik így kijön, mert hogy folytatod a mondatot, kereskedelmi, nem műszaki, gondolnál. Egy őszinte ember miért hazudna nekünk, meg ennyi hallgató füle a halatára. Egyébként a flexes ötletnél már én éreztem, hogy tényleg kereskedelmi lesz az a végzettség. Ezt a flexes ötletért kaptad, a Janit bosszultam meg ezzel. András, sajnáljuk. Hát én meg még jobban sajnálom, mert tudtam, hogy ez lesz. Régóta próbálkozol már? Nem, ez volt az első alkalom. Megérte. Hát tegnap hozzászóltam, ugye már a balatoni dologhoz, már egy kicsit felháborított engem is. Ez a... Ja, balatoni árak? Így van. Figyeljetek, egyébként nagyon komolyan mondom, hogy azoknak, akik a Balatonra, vagy a Balaton környékére készülnek az elkövetkező hetekben, hogy menjetek fel a Facebook oldalunkra, és nézzétek meg azokat a kommenteket, mert rengeteg, én nagyon komolyan mondom, én kimásoltam, és azoknak a kommenteknek az egy részét fel fogom használni arra, hogy olyan helyeket találjak a Balaton környékén, ahol árérték arányban jó kaját tudunk enni. Elsősorban természetesen lángost, palacsintát. És elsősorban az vagy ára fontos vagy nálad. Jó hekket, nem? Ja, vagy egy jó hekket. Úgyhogy tényleg menjetek nyugodtan Velencei tóra is, Balatonra is, nagyon szép, nagyon jó, és vannak olyan helyek, ahol nem verik át az embert. Meg kell nézni, tehát ha elmész egy városba, akkor ott van 15 darab ilyen büfé a strandon, meg még 30 a parton, végig kell sétálni, össze kell hasonlítani, vagy megkérdezni helyi embert, esetleg az mindig jó dolog. Csak ezért nem szabad azt mondani, hogy akkor mi most nem megyünk a Balcsira, de menjetek. Hát inkább lehet, hogy meglátogatjuk majd a tejtermedet, Feri. Hajrá, nagyon jó ötletnek tartom ezt is. Na, azt is, rokon. És mit tudnál ott ajánlani majd nekem? Ma ezt megbeszéljük adáson kívül, mert csúnyán az orrunkra koppintanak, hogy itt reklámozunk olyan dolgokat, ami a reklámblokkban való. András, köszönjük szépen, nagyon sokan örülnek annak, hogy te játszottál, mi ketten a Janival, hát, biztos, mert így kettő-kettőre hoztuk a hetet eddig, és holnap dőlve. Hát sajnálom, hogy elvettem az esélyet erről, de majd legközelebb sikerül. Semmi gond. Köszönjük, szevasz, szia! Szia, szép napot! Egy perc múlva 7 óra friss hírekkel folytatjuk, aztán jövünk vissza. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 4-8 lesz 3 perc múlva, jó reggelt mindenkinek. Csodálatosan jó idő. Ez most nagyon már megérkezett. Nagyon szép idő van. Nagyon és lesz is, marad is. Egész hétvégére viszont az utakon van baj bőven. Trafi a 42-esen Berettyó Újfalu felől a Keleti híd után. Ettől 5 kilométerre Földesnél pedig baleset. Személygépkocsi és kamion elterelés még nincs. 60-i vasútvonal, 20-30 perces késések, aki teheti, keresen alternatív közlekedési eszközt. Rajka felé karambol, kamion és terepjáró az M15-ösön. Baleset miatt itt teljes az útzár, ezt többen írtátok, és kérdezték is, hogy mi van az M15-ösön. M5-ös 50-es kilométer Budapest felé őz. Vigyázni, Kalocsai bevezető bátyja felől trafi, fehér Skoda a botanikában, megbújva. A botanikában. Köszönjük szépen, írhattok, várjuk ezeket az információkat, és át is adjuk majd mindenkinek, aki csak hallgatja a műsort. Még mielőtt tovább mennék, és mivel a Feri felvetett egy nagyon jó témát, még reggel nem, a 25 milliárdos várrekonstrukciós programról fogok beszélni, hogy megöljétek magatokat, természetesen, hanem ugye ez a tandemekerékpározás, és hát amikor Balázs nincsen, akkor ugye valahogy ki kell töltenünk azt az űrt, amit a tenisznek a hiánya okoz ebben a műsorban. Ezért mindenkinek felhívom a kedves figyelmét arra, hogy a magyar kerékpározás hete augusztus 4-től 9-ig fog tartani. Érdemes odafigyelni a különböző rendezvényekre, ami ehhez a héthez kapcsolódik, illetve újra fog indulni a Tour de Hongrie, mert hogy sokan hallottak már a Tour de France-ról, a Giro-ról, a Vuelta-ról, stb., de azt viszonylag kevesen tudják, vagy inkább úgy mondanám, hogy a laikusok kevésbé tudják, hogy azért Magyarországnak is van egy nagyon komoly kerékpáros körversenye, komoly a patinás versenyről van szó, idén 90 éves lesz egyébként. Ez a verseny 2008-ban rendezték meg legutóbb, és most újraindul a verseny. Tehát, hogy erre is mindenképpen érdemes odafigyelni. Ez 4-től augusztus 4-ig
7-től 9-ig fog tartani, 4-én kezdődik ugye a prologgal. Tehát Tour de Hongrie kerékpáros körverseny. Tök jó. Nemzetközi, és természetesen. Körbe is megy teljesen az országban. Igen. Jó helyen, szép helyeken. Nagyon gyönyörű helyeken fog végigmenni a verseny, és hát mondom, egy nagyon szép, nagyon komoly hagyományokkal rendelkező, nagyon patinás versenyről van szó, tényleg érdemes rá odafigyelni. Jó, menjetek fel nyugodtan a honlapjukra, a tourdehongrie.hu, és informálódjatok, ha szeretitek a kerékpáros sportot. Már csak azért is érdemes figyelni, mert ugye ezek közúton zajlanak, nagy részt, mint a spanyol, az olasz, meg a francia körverseny is, így aztán lehet majd találkozni nagy biciklis bagázsokkal, akik tekernek, mint az állat, és mi amatőrök csak nézzük, hogy így nem van. Lehet hegynek fölött vennel menni. Nem lehet, főleg úgy nem, hogy 160 kilométeren keresztül ezt teszed. Múltkor néztem meg a túrt, és így mondtam, hogy ilyen nincs, ilyen teljesítmény. Ugye tudjuk, hogy van a háttérben egy kis himi-humi, hát ilyenkor így, általában itt-ott-amott, de azért himi-humi nélkül is valószínűleg lealázóan tekernének el mellettünk átlag kerékpárosok. Akikkel aztán találkozunk a parkolóba, akkor a kerékpáros cipőjükkel együtt 160 cm magasak, de mindegyiknek 70-es combja van. És 40 kiló, vagy 50. 50-es vádlina. Irgalmatlan. Hihetetlen emberek le a kalappal előttük, szóval Tour de Hongrie, figyeljetek rá oda. Chemtrail, UFO és teniszmentes szép reggelre ébredt az ország. Figyeljetek, valaki kérdezte, hogy miért beszélünk egy picit gyorsabban, mint ahogy egyébként szoktunk, mert hát próbáljuk meg kihasználni a lehetőséget arra, hogy abban a tempóban beszélhessünk, és arról, amiről egyébként viszonylag keveset beszélhetünk máskor. Ez alap csak a miénk. Na, jön a hír, amivel szeretnénk foglalkozni, de előtte már mondom a hallgatóknak, hogy munkahelyi mószerolás következik, de most a munkahelyet mószerolhatjátok be. Van ugyanis egy csomó olyan rendelkezés egyes munkahelyeken, amit nem igazán értesz, nem tudod feldolgozni. Például a kokáért számtalanszor beszéltünk olyan hallgatóval, aki mondjuk egy varodában dolgozik, és azt mondják, hogy nem lehet rádiót hallgatni. Nem lehet rádiót hallgatni. A varodában dolgozik 8, 10, 15 asszony, hölgy, lány, akik szépen varják a dolgokat, amiket a főnök megmondott neki, és azt mondja a főnök, hogy már pedig ti itt nem fogtok se Klassz FM-et, se egyebet hallgatni. A többit megérti, de minket nem. Igen. Sőt, a többivel egyet is tudunk érteni. De hogy bennünket miért nem? Hiszen én azt gondolom, hogyha valaki jól tudja végezni a munkáját, akkor tudja végezni úgy is, hogy szól a rádió. Meg főleg, hogyha rutinszerű melóról van szó. Nap ugyanazt csinálod, gyakorlatilag már félálomban is a kezeid elvégzik helyetted azt a munkát, amit végzel. Azt meg tudjuk érteni, hogyha mondjuk adott esetben egy olyan munkahelyről, vagy egy olyan munkafolyamatról van szó, ami, hogyha esetleg bezavar valami, akkor adott esetben baleset is lehet a vége. Érted? Tudod, és végigvartad a fél alkarodat, vagy paks például. Úgyhogy, vagy meg alkalmazott matematikában sem jó feltétlenül, ha nem tudom, mit hallgatsz. A Lady Gaga szól a Csabi Kívánság műsorában, és megállsz egy kicsit, mert hogy meghallgatod, hogy kinek küldik a számot, hát ha te vagy az, nyilván ez megakasztja ugye a folyamatot. De például adatrögzítésnél miért zavar párkit is az, hogy szól a rá? De hol érdekel ez engem, hogy a felének mondjuk a tajszámát elüti? Hát azt téged nem, engem annál inkább. De itt van mondjuk egy másik eset, egy csomó munkahelyen például tiltják a facebookozást, mert hogy valószínűleg azért, mert elviszi az időt, hogy azt már most megírhatjátok nekünk a 0676450000-es SMS számra, vagy a Facebookon, amit Laci ugye figyel folyamatosan, hogy mi az, amit nálatok nem szabad, és mire hivatkoznak. Tehát, hogy miért nem lehet? Vagy nem lehet nyáron rövid nadrágba menni például. Vannak ilyen munkahelyek, ami egy banknál mondjuk érthető, de én tudok olyan jellegű üzemről, ami hasonlít egy varodához, ahhoz szintén nem menjél be rövid nadrágba. Hát mondják, hogy miért? Csak nem akarom nézni a lábad, vagy mit mond a főnök? De tényleg, és de vannak indokolt esetleg, de azt például kiérti, amikor rászólnak egy sekrestésre, hogy ne menjen be boxeralsóba és strandpapucsba, nem? Tehát hát tényleg, és ott is meleg lehet, bár a templomok pedig hűvösek. A kiinduló hírünk az a Magyar Nemzeti Bank vezetéséhez kapcsolódik, akik megtiltották, hogy a dolgozók ételt vigyenek a központi épületbe. Az új rendelkezés szerint kizárólag a banki büfében vásárolt ételeket lehet fogyasztani. Több mint 1000 munkatárs van szó. Nyilván nem fogunk politikával foglalkozni, nem szoktunk. Hát meg ebben nincs is. Semmi. Ebbe a hírbe. Semmi. Hát nem vihetnek be maguk a kaját. Így van. Ez azért van, hogy nehogy az 10 000 forintost összelekváros kenyerezze a dolgozó az MNB-ben.
ahogy számolja. Tudod, vagy amikor nem tudom, hoznak valami döntést, akkor ott a papírok nem, hogy koszosak legyenek a vajas kenyértől meg a parizertől. Így van, meg nehogy elterelje a figyelmüket a következő kamatvágásra a pörkörtszak, ami beárad az ajtónak a résein keresztül. De egyébként ez úgy megy szerinted, Feri, bocsánat, hogy szabadvágok, de ezért mégis ki kell használnom a tízik bennünk rejlő lehetőségeket, hogy megállítják őket a kapuban, és akkor tudod, hogy Jelszó, tegnap Tolcsi, ma Tolcsi, holnap Tolcsi, valami kaja van nálad? A retinaszkenner, és akkor és szépen utána. Falhoz, két kezet, lábakat szét, és végig tapperolják, és megnézik, hogy van-e nála egy sajtos szendvics. Vagy ez van, vagy pedig érzékelő van, mert hogy bevinni, beviheted. Csülök, 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 csülök. Hogy amikor viszont előveszi az asztalos tikába a sajtos szendvicset, akkor van valami, ami elkapja. Tehát egy ilyen szkenner, ami végig megy az íróasztalon, számítógép, pénzszámoló, banki zöld lámpa, megvan. A banki zöld lámpa azon az íróasztalon, sajtos szendvics, és arra lecsap, bejön a tek, és megsemmisítik a csávóval együtt, mert megszegte a szabályzatot. És ha vannak egyébként, tehát lesz valamilyen jó káder, akit mondjuk még a pénzügyminisztériumból hozott magával, aki így végigszaggolgatja, tehát fia, ez mi? Bécsi szeret? A Sanyinál almás pite van. Ja, nem. Vagy kutya. Vagy kutya. Vagy kutya, ami ugye a kajaszagot érzi, oda megy, és akkor elviszik, vagy elveszik a kaját, és ezt az udvaron megsemmisítik, tehát lézerágyúval fogják szétlőni a dolgot. Az tulajdonképpen ez a része mindegy is a dolognak, igazából már mondtál is egy olyan okot, amivel én tulajdonképpen egyet tudok érteni, hogy a munkahelyeken terjengő ételszag, amit a kiskonyhában, amikor behozza a műanyag melegítősbe a fiatalember vagy a fiatal hölgy, tehát a munkatársa kaját, akkor az egész épületben lehet érezni. Ez itt most már ezentúl nem lesz. Tehát szépen levonul mindenki a büfébe, megnézi, hogy mi a kínálat, és ott megveszi jó magyar forintért. És ez lehet viszont az ellenérv, hogy te otthonról a tegnapi maradékot elhozhatod, akkor pénzt spórolsz meg. Ezt eddig csinálhattad, most nem csinálod, tehát meg kell vegyed a büfében. De lehetnek ilyen konyhafülkék, vagy teaszoba, vagy nem tudom, minek nevezik, ahol benn van egy mikró, vagy nem kell feltétlenül arra gondolni, akkor ott benn van egy ilyen faszenes grillező, és akkor mindenki ott csinál magának milyen izéket, meg oldalasokat, meg igen, egy pörzsülő, vagy akármi. Vannak ezek az amerikai típusú munkahelyek, egyre több van belőle az országban, ahol ugye nincsenek válaszfalak az irodahelyiségek között, hanem van egy hatalmas nagy belső tér, és akkor csak ilyen kis elválasztó falak vannak. Na, hát ott, ha valaki melegít, azt mindenki érzi. Hát, de ott is vannak egyébként zárható helyiségek. Uh-huh. Például a főnöki. A főnöknek mindig van külön irodája, hogyha megfigyelted. És úgy lehessen oda bemenni. A káposztás cvekedlévet, hogyha magam, bocsánat, mindegy, köszi, viszlát, érted. Tehát, hogy ott is van egy helyiség, ahol meg lehet melegíteni. Én rájöttem, hogy mi az oka. A társadalmi különbségeket ezzel fogják elsimítani. Ugyanis... Nem, a nyárdi a büfi az azok. Nem, mondom neked. A Zsül és én behozzuk a tegnapi maradékot. A Zsül behozza a káposztás cvekedlit, én pedig azt a gyönyörű darab bélszint, ami megmaradt tegnapról. Hát mit fog mondani a Zsül? Hogy rohadjon el a Rákóczi, hogy bélszint eszik, érted? Mondjuk én szoktam belőle adni mindenkinek, ha nekem van bélszín. Nem vagy bélszín, így ezt én is tanúsíthatom. Így van, én adok mindenkinek, amíg jut. Ugye? De megvan a dolog, hogy a káposztás cvekedli rántott hús versenyben, érted, a rántott hús fog nyerni. Ez egyik legnépszerűbb hazai ételünk. Tessék! És mit mond a főnökség? Azt mondja, hogy nem, itt nem lesznek ilyenek. Nem lesz káposztás cvekedli szag, meg rántott hús szag. És nem lesznek ilyen jellegű különbségek. És nem fog a Zsül szegény itt kicsit megnyomorultan a fél veséjével, amit már eladott a Balázs meg a fél kezével, a másikkal a káposztát szegedit kanalazni, és azt mondani, hogy fene egye meg, hogy más meg rájött. Nem hiszem egyébként, hogy a Zsül talán ebből a szempontból nem is jó példa, mert szegény, annyira igénytelen, hogy magunkat is rajta kaptam, hogy a szezámagokat lesöpörte a dohányzó asztalról, és beleszórta a szendvicsébe, érted? De nyilván mással lehet ez probléma, de szerintem ugye sokszor azért teljesen joggal panaszkodnak a munkavállalók, hogy ugye kevés a fizú, nincsen 13. havi, nincsen kafetéria, mit tudom én, hogy legalább az ilyen pici kis apró, és itt egy kicsit komorra fordítjuk a szót, hogy egy ilyen kicsi, de szerintem nagyon fontos gesztusokkal kedvet lehetne csinálni az embereknek a munkához, meg a bejáráshoz. Igen, a fizetéssel nem tudsz csinálni, mert az ugye kevés, szinte mindenütt,
legalább ennyit lehetne adni. De visszatérve erre a dologra, te például minden reggel gyönyörűen becsomagolva, otthon, alufóliába összerakod a kis parizeredet, amiben... Az algabékön. Az algabékönt oda teszed mellé a kis rostkenyeredet, és ezt eszed. Ennek mi az oka? Miért nem veszel éhes itt vagyok a büfében? Ha? Hát akkor gyakorlatilag ezt meg... De miért nem veszel a büfében ételt magadnak? Ja, mert ilyen típusú ételt nem kapok a büfében. Aha. A másik pedig az, kifli ami nagyon van fontos, és biztos észrevetted, hogy a zsülelmi testi-lelki jó barátok vagyunk, és minden reggel megosztjuk egymással a péksüteményünket. Én sokkal kevesebbet eszek annál, hogy megegyél egy egész. Persze, nem eszek meg egy egész sajtos croissant, ennek a kis testnek nem kell annyi kalória, és ezért a zsűlnek szoktam adni a másik felé. Tehát, hogy én mindig így kiporciózom a dolgokat. Én inkább többször eszek keveset, mint kevésszer sokat. Aha, gondolkoztál nagyon. A zsűl ezért fizet neked? Nem, az égvilágon semmit. Néha megölel. Ez a testi rész, arra viszont nem vagyok kíváncsi. Jó, a te esetedet mondjuk értem. Ez mindig pénzügyi megszorítás? Már saját magunknak, nem az MNB-nek, hogy azt mondod, hogy nem veszek a büfében meg egy szendvicset 300-ért? Én ezt egy picit most sajnos így hagyjuk is szerintem azt a példát, aminek kapcsán elkezdtünk erről beszélni, mert szerintem ott máshol szól a történet, de lehet egyébként, tehát hogyha mit tudom én, van egy mondjuk a munkahely által finanszírozott fenntartott, üzemeltetett étkezde, menza, stb. Ahol mondjuk adott esetben napközben is hozzá lehet ütni a szendvicsekhez, kávéhoz, akármi, stb. Akkor valahol érted a dolgot, de akkor sem teheted azt meg, hogy az embereket rákényszeríted arra, vagy betereled őket egy olyan csatornába, aminek a végén csak az a büfé van, vagy csak az a menza van. Hagyj legyen az én saját szabad választásom, hogy hol és mit eszek. Hát szerintem munkaidőben nem mehetnek. Van egy egyórás ebéd, bocsánat, igen, van egy egyórás ebéd szünetem, akkor eldöntöm, hogy lemegyek az MNB büfébe, vagy kimegyek. A korrektség kedvére azért hozzáteszem, hogy ők most kapnak egy havi 14 000 forintos támogatást. Persze. Minden egyes dolgozó, tehát ezzel segítik azért, hogy a büfében lehessen vásárolni, ezzel mint egy sírre is tették a büfé forgalmát, tehát nyilván olyan utalványt kapsz, amit csak ott lehet beváltani, de ez megint egy mellékszál, és nem keverjük így bele. Van, tényleg. És ha esetleg valahol fájt, hogy az igazság, csak vicceltünk. Tudják, ez egy ilyen műsor. Mi is onnan kapunk pénzt, tehát azt, amit a bankautomatából kiveszünk, azt is onnan ott csinálták valaha. Na mindegy, érdekes a sztori, hogy tényleg a munkahelyek nagy többségénél van egy olyan rendszabályozás, amivel nem nagyon tudsz mit kezdeni, és nem feltétlenül érted a dolgot. Pedig szerintem a munkakedvhez, a munkának a minőségehez hozzátartoznak, illetve hozzájárulnak ezek a kis apró gesztusok a főnökség részéről, hogy és nem arra gondolok, hogy akkor mindenkinek, amikor éppen névnapja van, akkor reggel legyen ott az íróasztalán egy, mit tudom én, egy doboz konyakos megy, vagy egy szál virág, vagy mit tudom én, vagy az esetben vagy konyak. Ilyen másfél kiló csécsi szalonna, vagy konyak. Ilyen szép étel azt a csécsi szalonna. De azért jól esik, de nem esik jól az embernek a figyelmesség, amikor így tisztában vagy tisztában van a főnök azzal, hogy mivel járhatna a kedvedben. De mondjuk egy 1000 fős gyárnál azért ezt már nehezebb megoldani, hogy mindenkinek a főnök mondjon köszöntőt. Igen. Bár a részleg... Minden reggel 150 friss rózsa. De a részlegvezetők mondjuk ezt megcsinálhatnák a dolgot. 150 rózsa évente lehet, hogy még bele is fér. Én nemrégen voltam egy nagy céges rendezvényen Miskolcon, ahol a vezérigazgató, képzeld el, nem csak a közvetlen munkatársait, hanem szinte az egész gyárat, pedig több, tehát szerintem akár több ezer emberről is szó van, szinte az egész gyárat név szerint ismeri. Őrület volt, ott mondták a kollégái, nem is ők érkedett ezzel, hanem a kollégái mondták el, hogy képzeljük el, megy az ember a gyárban, megy föl a kis irodájába, és így oda köszön, hogy jó reggelt, Józsi bácsi, hogy vagyunk. És tényleg Józsi bácsi. Hm. Tehát nem is az, hogy csak mond egy Józsi bácsit, hát ha van egy Józsi bácsi. És mondták, hogy Ferikém, este 8-kor kezdődik, de elég, hogyha mondjuk ilyen 10:30 tájékában érkezel meg, mert a vezérünk mindenkinek név szerint fogja megköszönni a munkáját egész évben. Nem, és köszönöm szépen Horváth Jóskának, Varga Terikének, Takács Tomina. Nem, ez nem volt benne, de szerintem ezek tényleg ez jó fontosak. Tényleg ez jó fejség. Vagy mondjuk a főnököd megkérdezi, hogy van a virág. Érted? Hát hányszor ez is előfordul. Persze. Mentél a folyosón, és akkor kérdezték, hogy mi van. Az jó, nem? Hogyha igen, tudják, hogy van családod, van gyereket, hogy hívják, mit csinál, mi van vele. Igen. Egy. János, hogy vannak a gyerekek? Egy van. Nem is terveztek többet? Nem? Jó, azt csak kérdeztem, hogy hát ez te jöttél szembe, úgyhogy téged kérdeztelek, bocs.
Na, várjuk akkor a hallgatói SMS-eket. Most ugye olyan fajta dologra kérdezünk rá, már nagyon sokan írtak nekünk, a hírek után ezzel jövünk vissza. Olyan dologra kérdezünk rá, ami nálatok nem működik, tehát valamiért nem engedik meg. Ezeket a példákat várjuk, és hogy mi az indoklás, az engem marhára érdekel. Akkor mi maga a gesztus? Tehát, hogyha például mondjuk most tényleg csak egy példa, egy kiragadott példa, nem konkrét példáról van természetesen szó, hogy mit tudom én, hogy egy hírigazgató mondjuk a betanuló hírszerkesztők helyett megírja a híreket, aha, vagy ilyesmi, hogy, hogy ez egy kedves, szép gesztus, érted, szerintem így szakmailag. Na most ő minden egyes betanuló hírszerkesztő tőnél lesz megcsinálja. Nem, csak akinek egy... jó a segg. Aha, na, erre akartam rákérdezni, hogy egy bizonyos hírszerkesztőnél csinál-e ilyet, ugye? Mert ez nagyon fontos, hogy ez diszkrimináció, tehát megkülönböztetés van-e ebben az esetben? Nem. Gyerekek, hallgatja a szia, Ákos, parancsolj! Igen, és hát ehhez nekünk mi közünk van, hogy neked van feleséged, és hogy ezt nem hallgatja. Ingye, nem ingye magára, egyébként hányos. Semmit nem mondtam a betanuló hírszerkesztők kinézetéről. Én még. Igen, de mi már igen. Azt én tudom. A Jani egyébként folyamatosan ostromol ilyen szakmai indokokkal, hogy... Hát persze, de érted, te figyelj a szakmai vonalra, még meg odafigyünk a többi vonalra. Például az is egy izgalmas dolog, hogy te, aki friss családapa vagy apuka új gyerekkel, hogy nem kéne neked inkább mit én délelőtt járni dolgozni, hogy reggel otthon tudj lenni, és egy másik kolléginát behelyezni ide a műsor folyamba? Ez még az előzőhöz kapcsolódik, hát a vonalakhoz is azért egy picit érzem. Nagyon szeretünk Ákos. Ákos jön a hírekkel. Lehet jelentkezni a játékra, Óven bácsira és Beru nénire nyitunk majd rá, illetve várjuk akkor a ti SMS-eiteket a 0670-645-0000 számra. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Én 4 perc múlva lesz 3-4-8. Jó ébredés, Zsül. Mit vonjunk el Zsültől? Elvonom tőle a holnapi sajtos croissantnak a felét. Hozd magadnak enni. M1-M7 kivezetőn megfordították a kamerát, most a kifelé menőket méri. Cheesy írta nekünk. Évek óta befelé áll a kamera, tehát ha jössz be, akkor ott a körforgalom előtt, ahogy befelé jössz, a felső körforgalom előtt van egy kamera, és az befelé mért eddig, és mindig elgondolkoztam, hogyha egyszer megfordítják, hogy megszívom. Cheesy, köszönöm szépen, hogy szóltál, óvatosan megyek. Gyomendrőt és Szarvas között mérnek a szervek az öreg szőlőben. M5-ös Budapest felé az Inárcsi pihenő után egy mikrobusz az Árokban, legyen szép napotok, Zsolesz. Trafia 42-esen Berettyó Újfalu felől a Keleti híd után, és az M15-ösön van egy baleset, a Rajkai határ felé, levél után nem lehet felhajtani. Kati volt a Moson-Magyaróvár. Köszönjük szépen. És mindannyiunk, tehát a teljes szerkesztőség nevében, a teljes rádiók, a teljes kollektíva, és a hírigazgatónk nevében is gratulálunk Imre Gézának, aki megnyerte a moszkvai vívó világbajnokság egyéni párbajtőr számát. Ez nagyon-nagyon szép volt. Mi lett ez most? Igen, világbajnokság. Jó, Imre Géza, gratulálunk, nagyon-nagyon ügyes volt. Arról kezdtünk el beszélgetni, hogy a Magyar Nemzeti Banknál megtiltották az ételek bevitelét, és hát arra kapacitálják a dolgozókat, hogy ugye a banki büfében vásároljanak. Itt közben írtak egyébként, akik ott dolgoznak, és azt mondták, hogy el lehet menni máshova is enni, csak a bevitt ételeket tiltják, aminek egyébként van egy olyan hozadéka, hogy most képzeld, ott valaki behoz egy szalmonellás, nem tudom micsodát, és kinyírja az egészen embét. Hát hova lesz ez az ország? De most gondold el. Ott fognak fetrengeni, érted, egy 2-3 napos ilyen... Elmegy egy kimutatással a főnökhöz, vagy egy diagrammal, hogy megbeszéljék, és az asztalára letett szalmonella szendvics átmászik egy másik kollégának az asztalára, és megfertőzi. Így van. A nagyon életszerű. Egyébként mi van azokkal, akik például, ahogy ez egy kedves hallgatónk írja, nem szeretnénk más gondolataival ékeskedni, hogy mi van azokkal, akik mondjuk laktózérzékenyek, gluténérzékenyek, lisztérzékenyek, stb. Ők hogy jutnak hozzá a speciális ételhez, vagy speciális táplálékhoz? Lehet, hogy olyan amire szükségük van. Lehet, hogy a büfé végzett egy felmérést, mielőtt kinyitottak, és azt mondta, hogy kedves dolgozók, legyenek kedvesek jelentkezni azok, akik laktóz, akármilyen érzékenyek, és akkor annak megfelelően fogunk. Nem életszerű, jól látom a szemeden, ugye? Hát nem furcsa, de biztos, hogy van ilyen jó ez a büfé, Gyuri bácsi lemegy, és akkor a GMS, az mi az? General Motors? Nem, az gluténmentes főnök. Hogy hát már végig, biztos van ilyen. Biztos van. Ez egy jó büfé lett valószínűleg. Arra kértük a hallgatókat, hogy jelentsenek a saját munkahelyükről, hogy ott mit nem lehet, és mi a magyarázata.
Nagyon sokan írják azt, hogy a WC-re menés és az egyéb ilyen szociális igények kielégítése ütközik törvényben, vagy legalábbis szabályzatban a munkahelyeken. Van olyan munkahely, ahol a plusz WC-zés, mert ugye megszabják azt, hogy mondjuk 4 óránként te kimensz pisilni, a plusz WC-zés az 600 forint. Te ezt elhiszed? Tehát most azt mondod, én azt mondom neked, hogy az első vécézésed az 9 órakor mehetsz ki pisilni, de neked most kell, és te 8-as hírek alatt ki akarsz menni, akkor a kis malackát már meg is etetted 600-zal. Az kemény. 600 az kemény, az kemény. Hát ez durvább, mint a Corvin köznek a retyója. Melyött 5? Nem, ott is szerintem ott is 200 forint. Mm-hmm. 200 forint, úgy általános, hogyha esetleg már felemelték az árakat, akkor az azért van, mert régen voltam. Vagy mert előszeretettel járok ide, az katasztrófa sújtotta, hogy hívják Népligeti Parkba. De hogy tényleg, 600 forint. Az nagyon komoly. Nyilván ezzel akarja rávenni azt, hogy tartsa be a szabályokat. De hát a pisilés az nem olyan. Srácok, az nem, most, tehát, hogy az nem egy szabadon választott gyakorlat. Akkor majd nem iszol reggel. 8-tól, mert csak 11-kor van az első pisi szünet. Baromság. Én egy autóalkatrészes cégnél dolgozom, ahol kiszállító vagyok. Sajnos nálunk a legnagyobb hőségben is hosszú nadrágot kell hordani. Elhihetitek, hogy borzalmas érzés, amikor folyik a töködről a víz. Idéztem, ez Gábor SMS-e. Igen, Anna is nagyon sokat panaszkodik. De hogy például, na most ezt megértitek? Autó alkatrész szállító ember vagy, ülsz egy furgonban, aminek a hátuljában becsomagolt alkatrészek vannak, dobozok. Vagy mondjuk a nagyobb, tehát a karosszéria elem, az is általában most már dobozban igen. van. Kiszáll a Gábor, és bevisz 4 darab dobozt valamelyik boltba. Ennyi. Vagy hogyha mondjuk van egy raklap, alálok egy békát szépen, lebékázza a terautóra, behúzza, és kész most. Ott mitől kell félni meg? Semmitől. Nem tudom. Tehát, hogy, és miért nem megromlik teheted? A csapágy, vagy valami, vagy mit tudom én, érted, szaga lesz a gépzsírnak tőle, vagy és mi? Igen, ez most nem lesz, remélem, nem sértődnek meg azok, akik autóalkatrésszel foglalkoznak. Tehát nem gondolnám azt, hogy az autóalkatrész boltosnak az igénye, hogy ne lássa Gábor lábát. Az se igénye, hogy lássa, érted? De hogy őt nem fogja zavarni az, hogy Gábor térdnadrágban jön be. Szerintem. Vagy igen? Tehát benneteket zavarna most? Te most térdnadrágban vagy? Abba. Aha, mondjuk jó, hogy asztal van, mert az így nem zavar. De például pár évvel ezelőtt ez még hosszú nadrág volt, csak nőttem. De csak nagyon keveset. De például reggel, vagy a Lacival kimentünk a levegőt ellenőrizni, és akkor ő térdnadrágban volt. Legyenek olyan munkák, hát én is tudom, mert hogy a Szent Koronát mondjuk ilyen kapriban őriznék, érted, a parlamentben, akkor azt mondom, hogy hát azért léci, nem á, tudod, hát nem, mi kik vagytok, az Afrika Korps. Ja. Tehát, hogy azért érted, tehát ott ne legyen ilyen, vagy mit tudom én, nem mehessél, hogy milyen munka van még, érted? Tehát mit tudom, egy templomba, vagy egy apátságba ne dolgozzál mondjuk rövid nadrágba, vagy akármi, de hogy most tényleg alapvetően kétkezi munkát végző emberek, miért ne lehetnének már egy olyan a helyzetüket, a közérzetüket kellemesen befolyásoló ruhadarabban? Abszolút, hát figyelj, kedvesebb lesz tőle, jobban megy a meló, nem fog ízadni. Sziasztok, a volt munkahelyemen élelmiszer volt, csak állva lehetett enni, nem ülhettünk le. És senki nem tudta miért. Tehát ebéd szünetben az élelmiszer boltban... Többen férnek el. Az mondjuk igaz. Na jó, de akkor be lehet osztani, hogy Marika megy 12-től ebédelni, 12:30-ra a Gizi, érted, ha egy személyes a konyha. Nálunk például a szabadság a tiltott dolog, vagyis azt mondja a főnök, hogy annyit mentek Szabira, amennyit akartok, én pedig annyit fizetek ki, amennyit én akarok. Varoda Klassz FM-et lehet hallgatni, beszélgetni folyamatosan nem lehet, enni sem, mert kamera van, reggeli 8 órakor. Kánikulában 36 fok van ventilátornál. Nálunk, na itt van végre egy indoklás is, ezt vártam, a rádiót nálunk azzal a nevetséges indokkal tiltják, hogy fizetni kell a cégnek plusz költségeket. Mámit? A rádióhallgatásra. A áramot? Hogyha ez egy étterem, akkor valóban fizetned kell. Ott lehet, igen. De szerintem, hogy egy munkahelyen szól a rádió, azért nincsen, mert akkor otthon is fizetni kéne. A Facebook pedig úgy zajlik, a csókosok ellenőrzik ki az, aki online, és pikpak érkezik a csoportvezető az írásbelivel. Írásbelit kapsz azért, ha Facebookon. Írásbeli figyelmeztetés, és a kipontozott részre csak be kell írni a nevét az illetőnek. Ja, persze, ez előre. Előre formanyomtatvány, és akkor Facebookozásért 10 000 forint büntetés jár.
Hát érdekes dolgok ezek, annál is inkább, mert hogyha belegondolsz, azért, hogyha napi 8 órában vagy 10 órában be vagy zárva valahova, akkor szerintem az, hogy mondjuk be vagy kapcsolva online, mert mondjuk csak azon keresztül tudnak elérni, mondjuk az otthoniak, vagy hogyha be van kapcsolva a telefonod, szerintem az alapvető, és ahhoz szerintem joga van minden embernek, hogy tudja, hogy mi történik engem körülötte, adott esetben a családjával, vagy a szeretteivel. Szerintem Facebook nélkül lehet élni, de például az, hogy nem kapcsolhatod be a telefont, vagy nem viheted be, és ha valami baj van a gyerekkel, ha az óvodából oda telefonálnak, hogy apuka, itt rókázik a gyerek, meg lázas, jöjjenek érte, és akkor te nem veszed fel a telefont. Mondjuk ez tök érdekes, mert például nekem több családtagom használja a Facebooknak a chat szolgáltatását, aha, és azon keresztül kommunikálnak azon egymással. Aha. Jó, akkor most így meggyőztél. Akkor legyen. Kapcsold be a Facebookod. Köszi. Neked nincs is. Meg is nézem, hogy mit rakott fel magáról mostanában Mészáros Tóri. Itt van velünk hallgató. Jó reggel, szia! Jó reggel, szia! Szia! Sziasztok! Olyan kis lehangolt. Igen, vagy, dolgozik vagy biztos. Annak tűnsz legalábbis. Nem. Azért beszélek így, mert alszik a legkisebb anum, és egy kicsit így félve. Ja, jó van. Beszélek, hogy föl ne kelljen. Mennyi idős a kis prüntjő? 4 hónapos. Ó, az igen. Hát akkor még nagyon benne vagytok. Alszik sokat? Nem. Nem, jó van. Nem, úgyhogy ilyenkor meg kell beszélni ezt a kicsi időt. Marci, figyelünk rád, hogy mi a meló, és mit nem lehet, vagy mit lehet, hát, vagy mit kell. Ez mondjuk egy olyan 6-7 éves történet, egy recepcióra lettem felvéve, ahol vagyonőrként, meg recepciósként, meg minden egyben. Uh-huh. Fiúk dolgoztak ott, alapvetően a cég egy vagyonőri cég, tehát férfiakra volt alapvetően berendezkedve, és hát vagy meglepte őket, hogy nő fogja betölteni ezt a szerepet, vagy nem tudom, de nem sikerült őket meggyőzni arról, hogy én női ruhában szeretnék dolgozni. Első nap bementem, felvételiztem, és elvittek egy ilyen külön kis szobába, ilyen kis gardróba, ahol kiválaszthattam magamnak az öltönnadrágot, a férfi inget, a nyakkendőt, és még övet is adtak hozzá, nagyon nagy lelkűek voltak, mert hogy nem volt rám való ruha, ugye oda mentem az én kis 58 kilommal, és hát meglepte őket, hogy nem jó rám a férfiról. Azt te fölajánlottad, hogy te majd hozol olyan ruhát, ami alkalmas, de azért nőies? Igen, én mondtam nekik, hogy hát, hogy akkor esetleg majd én egy kosztümnadrággal, meg egy kis magas sarkúval azért így engedtessék meg. Nem, azt nem lehet, mert itt ez elvárás, hogy férfi ruha. Úgyhogy nyakkendőben és élére hasalt öltön nadrágban, hát ő finoman szóval, mint egy bohóc. Hát ez nagyon érdekes. Nem mondtad neki, hogy figyeljetek, srácok, ez azért ugye nem a Moulin Rouge, és nem pedig egy éjszakai műsor, és nem pedig egy részletet adunk elő Liza Minnelli után szabadon a kabaréból. Tehát, hogy én nő vagyok, nőnek szeretnék látszódni, nőként szeretnék viselkedni, és olyan ruhákba szeretnék járni, amilyenekben egy nő jár, nem pedig ti. Tapaszokat. De igen, egyébként azok voltak. Nem tudom, hogy ez miért nem jutott el hozzájuk. Egyébként egy ilyen vaskalapos volt a társaság, úgyhogy sajnos ezt így nem. Akkor tudtam végre normális női ruhát felvenni, amikor őket... Úristen, na. Marcit utolérték, gyerekek. A régi munkahelye, jól van, köszönjük Mattuk, szépen. Mattuk, hogy olvastad az apukat? Nem beszélhetsz róla 7 év után. Aztán az is lehet, hogy egyébként egy kollégánk ez volt a fétisük, nem? Tehát, hogy azért egy nő bilincsel, vagy hívják a gásprével, vagy gumibottal az oldalán férfi ruhában. Azért szerintem az tud szexi lenni. Karcsi, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Mi a munkahelyed, és mit nem lehet, és miért? Hát én a büntetés végrehajtásnál dolgozom, mint biztonsági felügyelő. Aha. És hát igazából ez egy fűrész általános nem szabály. Lehet bevinni. Hát igen, azt nem lehet. Hát ez egy általános szabály, tehát ez egy olyan dolog, amit akármelyik BV intézetbe elmentek, engedélyezik a belépést, akkor felsorolják ilyenkor szokásos dolgokat, kés, szúró, vágóeszköz, lőfegyver, mobiltelefon, ezeket legyen szíves kipakolni ilyenkor, és akkor ezeket egy bizonyos területekre nem lehet bevinni. Hát ez mondjuk azért érthető, ugye? Hát igen, természetesen érthető, de ez olyan is, amit mi már megszoktunk, elfogadtuk. Aha. Nincs is ezzel különösebb nagyon problémánk. Elején mindig furcsa volt persze természetesen, de
Aha. El kell fogadni. Jó, hát, jó, ezt én nem érzem különösen kirívó esetnek, tehát ne legyen nálad valóban, mert elvehetik a rabok, és akkor ő hazatelefonál, vagy nem elvehetik, hanem mondjuk összeszövetkezel, hát nem te, hanem egy kolléga összeszövetkezel. Általában igen, általában ez az oka ilyeseknek. Te mit szólsz ez a mexikói drogbáróhoz jut eszembe, akinek így a haversrácok kiástak egy másfél kilométeres alagutat, de rendesen de alá van dúcolva. Hát, komolyan, mint a 4-es metró. Hát ez olyat, amit az ember maximum filmekben tapasztalhat, hát, de itt van például ez a két amerikai esete is. Amikor először hallottam, nekem az jutott, hogy hát ilyen nálunk ez elő nem fordulhat, mert egyszerűen képtelenség, ugye én ott azt hallottam, hogy a fogorvos vitte be ezeknek az embereknek a fúró meg vágó eszközöket, hát ez itt nálunk nehezen menne. De várjál, jött be a fogdó ki, és egy ilyen... Srácok, itt van egy 3,5 méter átmérő fúrópajzs, és itt van egy másik. Az egyiket nevezzétek el, bocsinak a másikat, Lajos. Na jó, de mit mondott az ellenőrzésnél, hogy megyek fogad fúrni? Ha, de most komolyan. Nagyon kevés. Nem tudom, tehát én ezt el sem tudom képzelni, hogy hogyan tehette meg. Volt értekezlet utána, hogy a főnök behívott benneteket, és azt mondja, már pedig ilyen itt nem lesz! Végignézitek az összes rohadzóhajzót. Nem, hogy az ilyeneket eligazításon reggel közlik, hogy mi történt, de általában megmaradnak hazai keretek között, az ilyenekre csak magunk között szoktunk beszélgetni, de érdekes olvasni ilyenekről is. Volt nálunk ilyen nagy szökés, ilyen klasszikus nagy? Nálunk nagy klasszikus szökés a BV-ben egyedülálló módon volt egyszer egy fegyveres szöktetés még a 97-es években. Aha. Egy akkor már bezárt objektumból volt kölcsönadva az egyik fogvatartott, akit később Floridába az Interpollal tartóztattak le olyan jó 2001 környékén. Hát meg ugye ott volt például az Ambrus Attilának az eset, aki ugye úgy szökött meg, hogy először azt hiszem lepedő csíkokból összekötött egy ilyen hágcsót, vagy egy ilyen kötelet, és utána pedig átmenekült úgymond egy másik épületbe, ahol aztán cipőfűzőkből, meg telefonkábelekből szintén összekötött egy ilyen kis kötelet magának, csak az volt a szépséghibája a történetnek, hogy rövid volt a kötél, és egy ilyen 6 méteres magasságból kellett leugrania, de megszökött. Igen, igen. Így megszökött, így van. Az is érdekes egyébként, hogy hogyan fogták el eredetileg is, mert ugye már úgy volt, hogy lelép az országból, elmenekül minden, de hazament a kutyájáért. Hát ilyen a gazdag kutyaszeretet. Egy igazi kutyaszeretet, és ott a lakásán akkor elfogták. Figyelj, egyébként hát, szoktam elején is itt találkozni, szokott jönni. Van rendezvényeken megjelenik, és akkor ott árulja. Az tök jó, ez a jó útra tér, és ez nagyon jó. Így van, ő fazekas lett. Figyelj, be kell vinni nekik mindent, amire szükségük van, vagy szükségük lenne kint, és akkor nem akarnak kijönni. Ez zseniális ötlet, tényleg. Beoldjátok nekik a tömegnövelőt, az elkarnitint, meg a vízhajtót, meg néha a feleségüket is beengeditek, meg valami, tudom, egy bömöst, hogy ugráltathassák a kertben, aztán érted, már nincs miért kimenni. Karcsi, köszönjük szépen, szevasz, vigyázz magad. Nagyon szívesen, sziasztok. Köszönjük a sok-sok SMS-t, meg a jelentkezést Óven bácsira és Beru nénire nyitunk most rá. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Jó reggelt, Móni! Jó reggelt, sziasztok, fiúk! Szia! Mi munka van a János Somorjai szőlőben ilyenkor? Hú, rengeteg el se tudjátok. Kacsolás. Tényleg, mit csinál? Kacsolás? Kacsolás van, igen. Te utáltam a kacsolást. Csináltam? Hát itt ugye termés nincsen, úgyhogy csak a kacsolás marad. Csak a kacsolás, és akkor aztán pedig majd ősszel a boldog szüret. Na hát ez nem egészen így, de igen, ez végül is magának a szőlő tőkének az alapja. Aha. Ebből lesz maga a tőke. Jó, melyik nem volt igaz abból, amit a Feri mondott? A boldog, nem lesz vagy boldog, szüret? Vagy nem lesz szüret, vagy nem ősszel? Lesz szüret, csak nem itt, hanem ja, a szénnél, majd kint Ausztriában. Aha. És akkor te mit csinálsz, János Somorján? Hát én most ezt a kis úgynevezett Unterlagen, tehát ez magának a szőlőtőkének a vesztője, amit majd összeoltunk télen. És aha, akkor és azt kiviszitek, elültetik, megnő, és ott lesz szőlő. Így van. Világos. Így van. Mit csinálsz, János Somorján? Ó, semmi, félrejtitek a helyzetet, én csak rég láttam a feleség. Nem én voltam az. Jó. Na, jó. Akkor mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi és Beru néni. Jó. Aha. Istenem, innen írok neked, drágám, a tatuai rohadt bőrcsökkörcsakból hihetetlen, hogy beengedik hozni ezeket a bülök. Annyit elárulok neked, hogy filmzene lesz, jó, amit énekel. Ajjaj, rendben.
Jaj, hát ez a házi buli. Az a gyönyörű Szofi Márszó. Istenem, és még most is jó. Most is, ilyen. Egyébként a mai napig is még megnézem. Igaz, hogy? De tényleg? Tehát, hogy vannak konkrétan olyan filmek, amik annyira beégtek annak idején a tínédzser éveibe az embernek, hogy amikor látod a tévében, nem tudsz elkapcsolni róla. Így van, az első, második részét is imádom, és mindig megnézem. De ugye női szemmel is jó csaj a Szofi Márszó, nem? Hogyne, gyönyörű szép. És még most is pedig, hát milyen csúnya emberekkel futott össze mindenki. Mindenki kihasználta csak úgy, hogy most szabad, azt hiszem. Csak ajaj, akkor hajrá, fiú. Hát, az, Móni, nagyon kedves vagy, azt gondolom, hogy egy elérhetetlen célt tűznénk ki magunk elé. Ennek például az a nő az oka, akivel élünk. Így van. Köszönjük, Móni, gratulálunk, küldjük neked az ajándékot. Köszönöm, jó? Fiúk, örülök, hogy beszéltünk. Puszi, szia, szia. Puszi, sziasztok. 8 óra van, jövünk vissza a hírek után. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. Jaja, köszönjük nekik. Így is van, a három név ebben a formában pedig holnap lesz igaz és aktuális. Hallottad a híreket? Ha nem. Teljesen más lesz a jövő hét, mint annó egy Mónika Show felvétel. 35-40 fog is lehet. Beteg állat. Köszönjük, Ákos. Na, megnyugtattál. Szóval holnap lesz teljes a hármas, majd még péntekre így összekapjuk magunkat, aztán irány a szabadság egy héten keresztül. Nagyon köszönjük annak a hallgatónak, aki megírta, hogy az M1-es M7-es bevezető szakaszán megfordították a kamerát, és kifelé mér. Ennek örömére a befelé tartó sávban 472-en mentek bele, a 100-as táblánál 120-szal, mert ugye egy kicsit lazábban vettük a dolgot. Az mennyi? Már értem a különbséget, hogy igen, 20 kilométer különbség, hát, nem, hogy egy lóvé, óra lóvéba. Alatt, tudod? Ja, azt szerintem 30. 30. 30, bár én embert nem hallottam még, akit ott lefotóztak volna. Szóval szerintem az egy kamudoboz, de ebben nem menjünk bele, hát ha mégsem, az is működik. Majd ezt is megírjátok, ti hallgatok, hogy benneteket ott már lefényképeztek. Tehát a hír nem igaz, kacsa volt és kamu, befelé mér továbbra is, a befelé, illetve befelé sávra van fordítva a kamera. Most már én nem értem, mondjuk, de melyiket? Reméljük, hogy oké. Na, most igen. Tehát befelé, ha jössz a városba be. Ja, jó, befelé, okay. Eddig is így áll, tehát igen. Nem fordították meg a kifelé vezető aha. Sávra, hanem a befelé menőket. Azt mérdett. Nem lehet, hogy valaki olyan tempóval ment el, hogy megpördült. Igen, és akkor a menet széltől. És utána jött még egy, az meg visszaállította. Az meg visszaállította. Ez van. Az M15-ösön a balesetről most egyelőre nincs hírünk, de azt reggel... Krákog nyugodtan, ez egy élő adás. Az is igaz. Tehát ugyanúgy... Mi van veled? Mit hittál a 8-as hírek alatt? Belugtam egy berokkát. Tehát M15-ösön a reggeli balesetről Rajka felé történt egy baleset kamion terepjáróval. Egyelőre most nincs hírünk, hogy ott mi a helyzet. Ha valaki arra utózik, akkor legyen olyan kedves, és írja meg nekünk. Tehát a kamera, kamu, ez a lényeg. A dolognak. Megint hallgatói segítséget fogunk kérni, sőt felajánlunk valami nagyon-nagyon jót szerintünk a hallgatóinknak, majd ti eldöntitek, hogy így van-e ez. Azt szeretnénk kérni lányoktól, fiúktól, hölgyektől, uraktól, hogy most érkezett el az a pillanat, amikor igen. Tudod, hogy a te volt párod, az exed új kapcsolatba fog kezdeni, már látod, hogy történik valami, és szeretnéd figyelmeztetni azt az embert, aki az exednek az új párja lesz, hogy ne. Vagy hogy ne úgy. Tehát, amikor ti végeztetek a dologgal, eltelt egy év, két év, öt év, tíz év, tök mindegy, elváltok az útjaitok, de te tudod, hogy ennek a férfinak, vagy ennek a nőnek vannak olyan szokásai, vannak olyan húzásai, ami miatt az új párjának rossz lesz az élete, ezt te most itt elmondhatod a Morning Show-ban. Tehát, Lajos új barátnőjének üzenem, hogy... Igen. És akkor itt jön a felsorolás, amit te oda gondolsz. Hogy még másfél-két hétig fog fogatmosni. Igen, de miután utána... összejöttetek, de utána...
Most még fog bepokhálosodni a fogkefé. Három hétig gavallér lesz, és előre kinyitja, igen, az ajtót, de utána egy üdös tahó. Így van. Többet látod majd a hátát, mint az arcát. 0676450000, ez az SMS számunk, már jöhetnek ezek a dolgok, vagy ha éppen ti benne vagytok ebben az ügyben, vagy szeretnétek figyelmeztetni valakit, akkor ezt megírhatjátok nekünk. Természetesen ehhez a témához is van egy nagyszerű vita indító írásunk, ami egyébként az országot bolygatta meg. Van egy nagyon kedves kolléganőnk, bár ő ugye televízióban dolgozik, mi pedig rádióban, de azért mi is előfordultunk már ott is, ő is itt is, Demcsák Zsuzsának hívják. Demcsák Zsuzsa életéről szinte mindent tudunk, ugye a férjével való rossz kapcsolata, a bíróság, a bántalmazás, egy csomó ilyen dolog, ezeket ő nagyon sokszor elmondta már, és akkor az ország mellé állt. Hosszú évek egyedül léte után Zsuzsára rátalált a szerelem. Ez az. Rátalált a boldogság, rátalált a szerelem, a Balatonszandon csókolozott egy férfival, amelyet megörökítettek. Pánkabóval? De közösségi oldalán kürtölte világgá a hírt, hogy mindenkinek jár a boldogság, és hogy ez micsoda csodálatos állapot, és ez igaz is. Ám aztán ekkor... kihozalod. Nem tudom, iszik? Nem tudom. Én szerintem nem. Nem, köszönöm, most korán most még ezt tegezni nyugodt. Nem, szerintem ő nem úgy néz ki, mint aki inna egy bármit is. Rátalált a boldogság, a szándom mindenki iszik egy vizet, mert kell a szerekre. De hogy a... szemetek vagyunk, hogy látod rajta, hogy kisimult, megnyugodott, ilyen a szex, a szerelem, igen, a boldogság, és ekkor ebben a pillanatban, amikor már ő tényleg azt gondolt, hogy végre megint révbe ért, mi következik? Megint belátszasodik. Jelentkeznek azok a nők, akik valaha ezzel a Sebastian nevezetű férfival együtt töltöttek bizonyos időt, és óva intik Zsuzsát attól, hogy... Sebastian. Így hív, most... Nem Balázs. Nem, névvel nem, ja, viccelünk. Jó, okay, ne, nem, csak jó, tehát Sebastiannak hívják a fiút. Jelentkeztek az exei, és Zsuzsát próbálják rávenni arra, hogy ne menjen bele ebbe a kapcsolatba, mert hogy nincsenek túl pozitív emlékei erről az emberről a nőknek. Az egyik például... Kedves Zsuzsa, René vagyok, Sebastian régi barát. Figyelj, nem csak ő van. Irigylik tőle a boldogságot. Igen. Szerintem ez. Hát nem, biztos, hogy csak erről van szó. Tehát, hogy valószínűleg itt ebben az esetben is arról van szó, hogy az ex, aki bemószerolja, ugye a volt barátját, ebben az esetben mondjuk Sebastian, az ki lett dobva, utilaput kötött Sebastian a talpára, stb. Ő búcsúzott el tőle, és nem pedig fordítva. És van még benne egy pici kis sértettsége miatt a dolog miatt, és ezért próbálja meg bemószerolni. De miért nem lehet az, hogy tök jó fej vagy, és azt mondod, hogy szeretnéd megvédeni attól, amint te keresztül mentél. Tehát, hogy nem... nem vagy már szerelmes Sebastianba. De mi? Hát, hogy a rossz tulajdonságait sorol fel. Igen. Hát nem lehetsz jó fej. De jó fej vagy az új csajjal. Most Demcsák Zsuzsával vagy jó fej, mert a Zsuzsát szeretnéd megvédeni attól, hogy belemenjen egy olyan kapcsolatba, ami nem fog működni. Azért nem fog működni, mert te is megszívtad, az előtted való nő is megszívta, és még egy csomóan azt a szituációt, amiben ők együtt éltek. Érted? Tehát itt van például Sebastian listája. Olcsó fogkrém, olcsó fodrász, tömegközlekedés, az otthona pedig olyan, ahová nem hiszem, hogy felvinné Zsuzsát, mondja az ex. Ez még akár én is lehetnék. Eddig úgy, igen. Semmi meglepőt nem találok benne eddig. Nem. Sőt, szimpatikus ezek alapján. Nem, olcsó fodrász nem lett, mert te otthon saját magad vágod a hajadat. A hölgy egyébként az egyik bulvárlapnál jelentkezett, és elmondta, Krisztinek nevezik a bulvárlapban, hogy tehetős férfinek adja ki magát, a Sebastian, de minden egyes olyan dolog, amit ő használ, az pont az olcsóság felé megy. Egyébként én ebben sem látok ellentmondást. De most ez miért baj? Lehet valaki takarékos, hát, ugye? Mert most ez akkor jelenthet problémát, hogyha te mondjuk igényesebb vagy, jobban odafigyelsz a környezetedre, a ruházatodra, hogy hova jársz, hogy mit teszel, hogy mit iszol, gyakorlatilag egy ilyen Zsuzsa kategória vagy. De attól még nem szerethet ez az ember téged viszont, vagy nem adhatja meg neked ugyanazokat azokat az érzelmi alapú dolgokat, azokat az érzelmi értékeket. Oké, de ha azt valaki a figyelmességet mondjuk, amit a férjedtől nem kaptál meg, mert ebben az esetben, mit tudom én, hogyha például a volt férjére gondolunk, akkor lehet, hogy ő, mit tudom én, prémium kategóriás parfümökkel illatosította magát, gyönyörű és nagyon komoly autókkal járt, méretre szabott zakóban, stb. És még véletlenül se vásárolt hiperbe magának soha fogkrémet, ettől függetlenül megvert a feleséget. Igen. Nincs értelek, de nincs ilyen
formában összefüggés a dolgok között. Inkább az az érdekes, hogy nem tudom, Sebastian hány éves, mondjuk egy 35 éves fiatalember, és a 35 évéből 15 évben van 8 nő. 20-tól 35 éves koráig, és mind a 8 nő ezt mondja róla, hogy kicsinyes, nem jár vele kávézni, mert az otthoni kávé olcsóbb, a kötöttségeket nagyon olcsón akarja megúszni, tehát nincs gyerek, nincs esküvő, ezt el is mondja mindenkinek. Ha 15 évig valaki így él, akkor majd melyik a nagyobb esélyes, hogy meg fog most változni, és egy igazi úriember lesz, vagy hogy marad ilyen, és akkor viszont ez a 8 nő a múltból igenis figyelmeztesse az újat, és mondja el neki, hogy figyelj, nem fogsz jól járni vele, nem lesz jó. Keserűség lesz benne. Értem, hogy most a nagy szerelem mindent elsöpör, de majd meglátod egy fél év múlva meg előjönnek ezek a dolgok, és sok lesz a hát kapcsán. Igen, de ezek alapvetően szerintem nem rossz tulajdonság, hogy azt írta volna le, hogy mit tudom bütös én, igen, vagy hogy mit tudom én, nem figyel oda annyira a környezete higiéniájára, a folyamat is eredetileg fehér volt, csak időközben bézsé vált. Tudod, ezek rossz szokások, de például én abból, hogy nem kávézik, viszont fogkrémet vásárol, igen, abból azt hiszem, hogy odafigyel rá, hogy ne sárguljon meg a foga a sok ízétől, sok kávétől, viszont egyébként a szájhigiéniára nagyon odafigyel. Úgy szeretem, hogy a pozitív oldalát nézzen ennek. Meg tényleg, álljunk így az embereket. Nem? Na, akkor mondom, ahogy van még más is, folyamatosan a társkeresőkön és a szórakozó helyeken vadászik a barátnője mellett, szakításuk után pedig a lány hölgy ismerőseinél próbálkozott. Ez az ex hölgy ismerőseinél. Uh-huh. Na, majd Zsuzsa mellett megváltozik. Hát te kivel vagy ebben a hírben, ne szórakozz. Akkor mondom még tovább, hát ha megváltozik. Sebastian egyik kollégáját is utolérte az újság. A férfi szintén megerősítette, hogy a Mokka műsorvezetőjének párja igazi nőcsámbász. Hallott ezt azt róla a cégnél is több nő panaszkodott neki sebi miatt. Figyeljetek, na itt dőlt meg az egész történet. Az ezt azt. Tehát, hogyha valaki leírja, hogy hallottam róla ezt azt, na innentől kezdve már egyszerűen nem lehet komolyan venni. A következő, hogy persze, igen, és hallottam egy olyan embert, aki látta őt, illetve látott egy olyan embert, aki mesélt arról, hogy mit tudom én, Balaton lelén a vízparton tejgumis csúzlival úszeggel letette a hatjukat. Persze, hagyjál már. Mert nem ez akarta bemószerolni, érted? Nem akart köpni, csak elmondta, hogy ezt, azt azért hallott. Na? Így se elég? Ne, szerintem tipikusan az van mögött, amit az első körben is mondtam, szerintem az irigység. Oké, ők most révbe értek, oké, most szemmel láthatóan szeretik egymást, tök jól érzik magukat egymás mellett, a másik ember meg, aki most éppen mószerol, az nem. Van benne egy sértettség, féltékenység, stb. Szerintem ilyenkor össze kellene kötni a nőnek is, meg a férfinek is az exét. És akkor tök jó meg lennének szerintem egymással, mert őket meg összekötni a sértettség, meg a másik iránti irítség, meg féltékenység. És akkor ők jól és akkor ők meg tök jó összejönnének, mert akkor mind a ketten, érted, zsáka foltját alapon. Tehát akkor Zsuzsit ne féltsük. Rá szerintem ne. De szálljunk is le róla, és gyújtsuk rá egy cikk. Akkor a hírekig zene, és utána jövünk vissza. Már nagyon sokan írtak, ha valakinek az exe, az már figyelmeztetési elmondat, másnak nem kell, nekem sem kell. Hát azért te nagy bajban vagy, mert mondjuk így 30 évesen, ha valaki még nem járt senkivel, ott nagy a gond. Ugye? Tehát ha te olyan embert keresel, aki még senkinek nem az exe, akkor az így egy viszonylag rövid lista. Aha, hát igen. Ebben az országban. Tehát ha mondjuk 30 évesen keresel valakit magad mellé, és mondjuk az illető 25 éves, és még soha nem járt senkivel, hát nem én lennék az első. Nem én kezdeném el az erre való szocializálását. Értem, mondani akartam, hogy érzed, hogy akkor keres magadnak egy ötjelkötőtel, egy elcsapott papot, de hát ott azért, ahogy tudjuk, ott sincs mindenre. Kiugrasz. Az esztergomi születésű. Igen. Eme Ferenc. Igen. Jövendőbeli nőinek üzenem, hogy soha ne adjanak neki pénzt, és soha ne higgyék el, bármit is mond. Üdvex! Na, ez korrekt? Ezt várjuk. Igen. Jó, ezt várjuk, jó, tehát ez ilyeneket jó. Írjatok nyugodtan, hogy rá lehessen ismerni, és aki ugye belelépne most még egyszer ebbe a folyóba, az ne tegyen meg. Az exem mostani barátjának csak annyit mondanék, hogy anyukám mindig azt mondta, hogy a megunt játékaimat adjam oda a rászorulóknak. Tom. Kit érdekel az ex, az új szerelmének miért legyen jobb, mint nekem, amilyen volt az exemmel. Rohadjon meg, főleg, ha miatta hagyott el engem. Na, ez is egy korrekt SMS. Van azért benne egy kis gyűlölet, van azért egy kis háttér ebben a dologban. Várjuk továbbra is az SMS-eket, ezzel jövünk vissza, egy picit zenélünk, aztán jönnek majd a hírek, és akkor nyugodtan, tényleg szépen írjátok meg, hogy ki az, akire céloztok, aki az exetek, mi volt vele a probléma.
probléma, és mit tanácsoltok annak, aki ott van új párként. FM-en. 4 perc múlva lesz 3:49. Nagyon sokan jelentkeztetek a hármasugrásra. Én direkt nem is mondtam a hírek előtt, mert hogy gyakorlatilag az SMS fal mintegy 70%-ban azzal picit van tele. Picit blokkolva vagyunk. Picit blokkolva. De örülünk. És ezt reggel 6-tól kapjuk az SMS-eket. Ez egyrészt ugye teher, így az SMS olvasása közben, másrészt pedig egy marha jó dolog, hogy egy olyan ajándékot tudunk nektek adni ezen a héten, ami ennyire érdekli a rádió hallgatókat. Ugye tudjuk, hogy az első kérdés után már van egy páros háromnapos állójegy a Hungaroringre, a második kérdést, ha megválaszoljátok, akkor... Ugyanez plusz Red Bullos relikviák. És a harmadik kérdés az után... pedig 2 darab 3 napra szóró Gold Tribünös. Egy mindent vívő, ultra szuper high-tech. Szemben a padokkal. Padokokkal. Padokokkal. És holnap pedig VIP jegyünk lesz ugyanide, ami annyit jelent, hogy hátul van egy nagyszerű elkerített rész, ahol evi-ivi minden mennyiségben, úgyhogy ennyi plusszal tudunk majd a pénteki nyertesnek szolgálni. Így van. Most hátul van egy elkerített, de egyébként alaposan kiöblített rész, ahova most kivételesen ti is megtaláltok. M1-M7 bevezető trafi, szeretném megerősíteni, jó, hagyjuk, tehát Pest felé mér ez a trafi, ezt most ne is jelöljük. Piros Fiesztában radar Debrecenben a Mikepércsi úti Molkút előtt. Tibitől kaptuk ezt, köszönjük szépen. Az M15-ös még mindig lezárva Hegyeshalom és Rajka között. Leterelik a forgalmat, Moson-Magyaróvár teljesen halott. Kilométeres kocsisorok vannak mindenhol. Köszi Cseizel, mi is köszönjük neked, hogy megírtad ezt az SMS-t. Azzal a témával kezdtünk el foglalkozni Demcsák Zsuzsa kapcsán, nem őt piszkálva és nem a kapcsolatát, csak felmerül a kérdés, hogy mit csinálsz akkor, ha tudod, hogy valaki egy új kapcsolatba megy bele, és te az egyiknek az új kapcsolatból az ex-e vagy. Meg valahol ez egy jellemző szituáció most, hogy a Zsuzsától függetlenül, és szerintem őt vegyük is le. Abszolút, szerintem a napirendről is foglalkozunk tovább vele, mert tényleg csak egy témaindító volt. Szóval ez a szituáció azért ez egy sokszor tapasztalatos szituáció, amikor tényleg egy pici kis sértettséggel, csalódottsággal jössz ki egy kapcsolatból, megtudod, hogy ki az ex-ed az új barátnője, barátja, és akkor elkezdesz így egy kicsit kavarni. Olyan komik szerelmes vagy? Szerintem vagy inkább... csak fáj? Szerintem fáj. Aha. Fáj. És hogy akkor az új kapcsolat se legyen jó, azért kezded el bemószerolni. Igen. A hapsidat, igen, mondjuk. Igen. Van olyan is szerintem, aki mit tudom én, egy picit egy a viccesebb formáját fogja meg a dolognak, tehát kicsit ironizál, kicsit cinkel, savas, stb., de vagy van benne egy kis kajánság, de van, akit szerintem egyértelműen a rossz indulat vezet ilyenkor. No, mi meg arra kértük a hallgatóinkat, hogy akkor mószeroljanak. Tehát ha akarnak, akkor mószeroljanak. Andris van velünk, jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Mi a szituáció? Te ex vagy új vagy? Hát én ex vagyok, de elég fura a szituáció, mert engem az exem, legfrissebb exe hívott fel, hogy beszélgessünk az exemről. Oh. Tehát már ők sincsenek együtt? Elvileg nincsenek együtt, igen. Aha. És amiket mondott nekem az exem exe, hogy ugyanazok a hazugságok voltak, amiket nekem adott elő. Tehát, hogy annyira fura volt hallani viszonylag a dolgokat, hogy miket adott elő, hogy szürreális volt igazából. Kérdezte, hogy találkozunk-e, és mi nagyon sokat találkoztunk azután, miután szakítottunk. Egész ilyen se veled, se nélküled kapcsolat volt. És kiderült, hogy igazából hazudott neki is, meg akkor nekem is hazudott. Szexeltetek is még a találkozók alatt? Vagy csak ilyen barátkozás volt? Tehát igen, jó, oké, értettük, hagyjuk a dolgot, nem is kérdeztem bele. Na, miket hazudott az exed? Az exed exe mit mondott, hogy mit hazudott? Hát azt mondta, hogy soha senkit nem csaltnak a kapcsolata alatt, mindenki ez eddig hűséges volt, egy barátját sem csalta meg. Azt mondta, hogy edzeni jár, hát jár edzeni is, de mellette más edzésformát is támogatott. Én naturális. Hát igen, nem hazud, ez végül is. Igen, széges érrendszer megbetegedések ellen kifejezetten jó. Igen. Szóval szegény hátparult a mozinak, és amikor kérdezte tőlem többször, hogy akkor most mi volt velünk, és elmondtam neki, hogy én végül szakítottam vele, és miután én szakítottam vele, inkább nem beszéltünk egy hónapig, de miután ők is szakítottak, abban a pillanatban vissza akart hozzám jönni, azzal a indokkal, hogy ő nem is szerette azt a fiút, akivel volt, de inkább engem és szeret. Még mindig téged szeret. Istenem, de hányszor hallottam.
Istenem, hogy ez volt igazából a sztori lényege, hogy nagyon sokat tudott hazudni, igazából akkor nekem is hazudott, amikor régebben kérdeztem tőle, mert ugye ez az ex amúgy a főnöke. Oh. ez igaz, csavar. Figyelj, és a főnöke, aki soha most már meg... Soha nem tudnék összejönni, aki tudsz. Megnézzél pedig, ahogy lassúznátok a gokártpályán a karácsonyi bulinkon. Na, Andris, figyelj, az exed exe, aki az exed főnöke, amikor igen. téged főhívott, hogy Andris, kám, üljünk már le beszélgetni egy kicsit, akkor mire gondoltál, mi lesz belőle? Hát én pont erre gondoltam, ja, hogy ő is ugyanígy, aha, hogy ő igen. is ugyanígy el fogja majd mondani neked. Ezt. Igen. És akkor ti most barátok vagytok? Nem, hát nagyon barátkozósan léptem föl, meg ő is velem, de nem beszélgetünk azóta se. Azóta egyszer hívott engem, beszéltünk még, de nem haverkodunk. Uh-huh. Tehát így elmondtam az én sztorimat, elmondta az övét, és akkor így rájöttünk, hogy hát igazából onnan tudjuk, hogy hazudik, hogy jár a szája. Tehát... úgyhogy nagyon sajnálom, de hát így alakult. Aha. Jó, akkor az újnak, az exed leendő beléjének mit üzensz, hogy semmit ne higgyen el neki? Hát azt ajánlom, hogy szerintem együtt járjanak le edzeni. Aha, tehát egy igen követő magatartás, jó? Igen, és hogy saját vállalkozást alapítson, mert különben a főnökével nehezebben jön ki. Jó, Andris, köszönjük szépen. De az meg nekem külön tetszik, hogy lazán kezeled a dolgot. Hát igen. Hát most már meg. Már ha már egyébként az exednek az új barátja, az nem a volt barátja lesz, vagyis a főnöke, mert hát hozzád is visszament, akkor most lehet, hogy vissza fog menni a főnökhöz. Hát lehetséges, bár én a használt utcaimat nem szeretem visszavenni, de... Klasszik mondás. Jó, egy ilyen klasszik mondás, igen, de hát majd kiderül. Remélem, hogy többet nem fognak fölhívni, de hát kiderül, lehet, hogy még kapok érdekes telefonhívásokat. Neked van új barátnőd? Igen, van. Jó, mert van. Az exed viszont elmondhatja akkor az új barátnődnek, ha most fölhívne, hogy az Andrisra vigyázzál, mert miután szakítottatok, az ország legnépszerűbb rádió műsorában fog beszélni róla. Csak nem semmi, másfél millió embernek adott ki. Ez a szemétség. Úgy elmondom a mostani barátnőmnek, mert ő nagyon-nagyon kedves, nagyon rendes lány. Jó, mindért. Oké, köszönjük, szevasz Andris. Én is köszönöm, sziasztok, szép napot. Rengeteg SMS jön a kedvencem. Béla. Ha lenullázza a bankkártyád, téged is dob. Üdv, Laci! A kunfehértói... Jó, ez... Aha, igen, jó ezt, konkrét. Igen, mert ez nagyon konkrét, és nem akarunk bíróságra jelni. Árpi leendő barátnőjének üzenném, hogy totál... Miért jelölünk be ilyeneket, gyerekek? Totál impotens, és jó. Kedves exem új barátnőjének üzenem, hogy a test megszerzése könnyű, mert a test könnyen befolyásolható és elcsábítható, de a szív birtoklása és megtartása egészen más. Igen. D. Norbert jövendőbeni barátnőjének üzenem, megüt, még ha megígéri, hogy nem is fog. Na, ez konkrét. Én elhittem neki, és a röntgenen kötöttem ki. Egy ex. Az, hogy valakinek milyen az exe, az minden esetben az illetőt is minősíti. Ez érdekes. Az illetőt is minősíti. Mindenki magának választ párt, sosem értettem azokat, akik nem állnak szóba az exeikkel, vagy esetleg még pocskondiázzák is őket. Én a legjobbakat tudom csak elmondani a volt páromról, ahogy a jelenlegi párom volt feleségéről is. Ő általunk is lettük azok, akik ma vagyunk, köszönöm nekik. Hát ő egy élettel megbékélt bölcsember. Ugye ezt elmondhatom, aki ezt az SMS-t írta. Az egy dolog, hogy megcsalt az exem, azonban abból a fánkból eteti a hűszeretőt, amit én vittem ki neki hajnalban. Na, az igen prostó. Van egy smiley jel a végén, úgyhogy úgy tűnik, hogy az SMS írójának sikerült feldolgozni. N. Fanni legközelebbi barátjának üzenem, hogy a nyugtatót ne hagyja otthon, se a bukszát. Üdv, Győri ex. Nem mindenki mellett lesz olyan az ember, mint az ex mellett, minden két emberen múlik. Még egy, a körösladányi származású K. Juli mindig eltünteti a TV távirányítót. Juli, ha hallod, bippelj már meg, hogy hol hagytad legutóbb. Nagyon jó. Na jó van, köszönjük szépen. Tehát valóban az levonható következtetésként, hogy ugye az exek viselkedése az rajtunk is múlott annak idején, tehát egy picit bennünket is minősít a dolog. És szerintem az, hogy Demcsek Zsuzsa most kivel jött össze, a
egy csomóan kommenteltek nála, hogy nem kellett volna, nincs hozzá sok közünk, majd az élet eldönti, nem, hogy ők Sebastiannal együtt úsznak-e az élet. Így van, sok boldogságot kívánunk nekik, és végül egy nem annyira közérdekű, csak egyik kedves hallgatónak szól az üzenet, hogy 2-10-es a vége a telefonjának, hogy a mi SMS számunk 0-76-45-0-0-0, sajnos nem tudjuk átadni a Petrának az üzenetet, jó? Csak azért a szívünkön mi sejük minden egyes hallgatónk, meg más rádió hallgatóinak a sorsát. Ne ide küldözgesd az SMS-eket, mert hogy ők az másik rádió, más reggeli műsor, jó? Na most pedig kiderül, hogy a rengeteg jelentkező közül, aki a hármasugrásra elküldte az SMS-ét, és nagyon szeretne menni a Forma 1-re, a Hungaroringre, amit meg is értünk, ki a mai szerencsés? A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Kriszta, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Új, de kemény. Szia, jó reggelt! Húha! Nagyon akarod, a jegyeket? Igen, nagyon szeretném. Munkahelyről hívsz bennünket, ugye? Igen. Uh-huh. Hányan játszotok? Van esetleg? Most per pillanat ketten vagyunk a kolléganőmmel, meg a másik telefonon a sógorom. Uh-huh. Szakértők, vagy nem tudod őket lerázni? A sógorom az inkább szakértő. Na, nem lesz egyébként nagyon nehéz dolgotok, azt hozzáteszem. Kriszta, csak ha nem tudjátok a válaszokat. Így van. A Kriszta, a nagy kérdés az az, hogy hárman játszotok, ki lesz a kettő, aki menni fog a Forma 1-re? A sógorom meg én. Aha, és Olgának mit adsz? Még nem tudom. Ővi a Red Bullos relikvia. Legyen. Jó, akár. Legyen. Mi a munkátok? Hol dolgoztok? Varrónők vagyunk. Varrónők. És itt lehet rádiót hallgatni ezek szerint. Igen. Ez tök jó, tök korrekt munkahely. Na, itt például nem mondják azt, hogy nem lehet rádiót hallgatni, mert hogy baleset veszélyes, mert itt tudom, lesteppeled a kezedet, vagy akármi. Nem, még énekelni szoktunk, ha olyan zene van. Aha, és jó ez valakinek, vagy... Hát, szóltak-e már érte? Nem szóltak még érte. Jó, mit szoktatok énekelni? A hajóvontatok dalá? Nem, hát ami pont megy a rádióban. Na. Nagyon helyes. Jó, Kriszta, szerintem kezdjünk is bele. Ugye az első kérdés után van a két személyes állójegye egész hétvégére, a második kérdés után vannak ugye a Red Bullos relikviák, és a harmadik kérdés után pedig a Gold Tribünös jegy. Bizony, a legfontosabb információ, meg a legfontosabb tanács, amit tudunk adni, az, hogy ne kapkodjatok, mert hogyha már egyszer kimondtátok az adott esetben rossz választ, akkor onnantól kezdve már... Ja, jó, rendben van. Anna vágóolója sem tud rajtatok segíteni. Csak az ismétlésben. Jó. És tudod, hogy bárhol meg lehet állni. Tehát ha megvan az első, első, akkor utána meg lehet állni. Na, akkor menjünk. 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 Hány világbajnoki pontot szerzett pályafutása során Baumgartner Zsolt? Baumgartner ugye 8 pontot szerzett. Kérdezted, tehát nem... 8. Pillanat. Nem hanyadik helyen végzett egyszer egy futam. Nem. 8. helyen végzett. Jézus. És az hány pontot ért? Miért? Nem, a 10. helyért egyet. Gyerekek, az a baj ezzel... Őszintén, na, lövésetek nincs. Mondjál valamit, Zsuzsa, mert lejár az idő. És sem, úgy tűnik. Kettő! Az a bajom ezzel, Zsuzsa, ez nem jó a válasz egyébként, hogy én érzem... Egy. Tehát, hogy egy hete mondja a Jani, hogy egy picit készüljetek föl, mert Forma 1-es kérdések vannak. Nem kell kapkodni. De ez ráadásul egy olyan kérdés, amit szerintem Magyarországon, aki valaha hallott arról, hogy van egy Baumgartner Zsolt nevű pilótánk, vagy ex-pilótánk, az így tudja, hogy egyetlen egy Forma 1-es pontot sikerült szerezni. Igen, akkor volt 8. Így van, ráadásul ugye ez volt ugye a magyar Forma 1 történetének első, és mind ez idáig egyetlen pontja. Ja. De miért kell kapkodni? Tehát látod, hogy konkrétan elmondtam, hogy ne kapkodjál, gondolkodjál. Adtunk volna időt többet is, szerintem, mint amennyit egyébként szoktunk, és látod, bedurrantod a 8-at. Aztán meg bedurrantod a 2-t. Jó, nem tudunk ajándékot adni, Zsuzsa, ne haragudj. Jó, nagyon de szépen köszönöm, de Kriszta vagyok. Vagy bocsánat, Kriszta, igény nekem most már még csak a... azért sem. Jó, te most már Zsuzsa maradsz, Kriszta. Sajnálom. Jó, de sajnálom, jó? Ne haragudj. Hát nem, miért haragudj? Ne haragudj, Feri. Semmi gond. Ja, úgy igen. Jó, Zsuzsa, Kriszta, pocsi, puszi, szia. Sziasztok. Sziasztok. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Jó, a következő döntést hozom meg.
Én nem akarom, hogy ránk száradjon egy csomó jegy. Így van. Jó? Ezeket a kérdéseket Jani írja. Ezeket a kérdéseket Jani írja, dolgozik vele, marhasokat. Nem, hátul is van port, nem, ott is kimehet, ott is várják. Úgyhogy mi ketten elmegyünk a Forma 1-re. Nem, azt találtam ki, hogy a mai rengeteg jelentkezőből még egyet kiválasztunk, és 9 óra után játszunk még egy 3-as ugrást. Azt mondod? Én azt mondom. Figyelj, itt van a jegy, nálunk van. Van 2 darab állónk, megvan a szupergold jegy. 9 óra után választunk valaki mást, és játszunk, jó? Ehelyett az első helyet egy könnyűt keresünk még, a másik 2 kérdés megvan. Egyet értesz, vagy se? Legyen. Oké. Na, akkor 9 után jövünk egy extra 3-as ugrással. Nehogy már nálunk maradjon a jegy. Hallgató, menni akar? Hadd menjen. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 5 perc múlva lesz 9:50. Holnap lesz Balázs, ma ketten vagyunk, jönnek a közlekedési hírek. Bősárkányban trafi huncut módon egy út menti, a főút menti fa takarásából, egy bugyikék Volkswagen Transporterből a János Somorja felé igyekvőket fotózzák. Takimi írta ezt nekünk. Visegrád Gizella telepnél matrica kontroll, kamionosok figyelem. Ennyi. Nagyon jó, nagyon jó. Viszont lesz egy 3-as ugrásunk, még egy, aki hallott az előzőt, az tudja, hogy miért. Hát nagyon szeretnénk odaadni ezeket a jegyeket, nyilván ezeket meg kell dolgozni, felteszünk kérdéseket, ezekre a kérdésekre, ha lehet, akkor jó választ várunk. Viszont az sem igaz, például egyiket is hallgatónk írja, most nem tudom pontosan idézni, nem találtam meg az SMS-t, mert hála jó Istennek rengeteg jött belőlünk, hogy ez azért van, mert hogy amatőröket választunk, és nem pedig olyanokat, akik értenek a Forma 1-hez. Na most félreértések elkerülése véget, mi nem Forma 1 szakértőket keresünk, hanem hallgatókat, akik szeretnének ott lenni a Hungaroringen, a 30. magyar nagy díjon. Tehát minket egyáltalán nem érdekel, hogy ki mennyire ért a Forma 1-hez. Mi meg szeretnénk ajándékozni egy hallgatót, nekünk minden hallgató ugyanannyira fontos. Akár ért a Forma 1-hez, akár nem. Plusz abból az SMS-ből, hogy én szeretnék játszani, nem nagyon dől el. Tudod, hogy ki ért hozzá, és ki nem. Tehát még ha szeretnénk is úgy választani, bár nem értem a logikádat, tehát ha Anna arra menne rá, gyerekek, nehogy odaadjuk a Forma 1 jegyeket, tartsuk meg! Tehát mi nem tudunk kimenni azzal a Forma 1 jegyel, mert mi nem kaphatjuk meg, ugyanis le kell adjunk egy listát a Forma 1 rendezőinek, hogy ki az, aki be fog menni erre a dologra. Kicsit ciki lenne, ha Nováki Gyula, Vadoni János, Rákóczi Feri, tehát hogy ezt nem fogják bevenni, ezt a dolgot. Tehát nem akarjuk megtartani a jegyeket. Az SMS-ből nem derül ki, hogy ki mennyire ért a dologhoz. Én pont azért hoztam meg ezt a döntést, mert iszonyatos mennyiségű SMS érkezett már reggel óta. Én meg nem fúrtam meg. Jani nem akarta megfúrni. Most, hogy bedobtuk, hogy csinálunk belőle egy B játékot, bár ezt ugye nem szoktuk, tehát ha klasszikus, hagyományos játék van, akkor így járt a játékos, na bum. De hogy most ezek a jegyek ténylegesen a rendelkezésünkre állnak, mi nem akarunk ezzel visszaélni, nem is tudunk visszaélni még egyszer, azt akarjuk, hogy ti menjetek. Pontosan ezért van. Tökéletesen igaza van a felületes hallgató számára tanultnak tűnő kollégámnak. Mennyire rohadék vagy, de tényleg. Hogy igen, csak mondjuk az igazsághoz hozzátartozik az, hogy az én játszani szeretnék, az a fiatal jut, azért mert túl sokat vagy mostanában a kórhelyben is keveset otthon. Apa, gyere haza. Én játszani szeretnék. Tegnap újra, is kint úgy, voltunk horgászni, úgyhogy csönd legyen. Hogy gyönyörű kárászt fogtunk. Horgászbotol, vagy kerítőhálóval mentetek neki a tónak. Nem, napalmal, vagy milyen dinamitos halászlal. Állítólag ez működik, hát és soha nem mertem kipróbálni. Még a hőskorban sem, amikor én még horgáztam. Azért érdekes a dolog, mert ugye bevágod a rudat, vagy a kézigránatot, vagy nem tudom mit, állítólag csinálják ilyen víz alatt robbanó tűzijátékkal is. Ne csinálni, és attól is? És attól de is. Ott a légnyomás az, ami egyébként a halakat kinyírja, a szegényeket? Valószínűleg az lehet, ugye? Igen, hogy kap egy olyan löketet, és akkor szépen elhelyezed a tóba, bedobod, igen. Van egy ilyen. Ha itt ilyen, milyen lehet fönn is fölmenni, megnézni. Egy nagyobb hullám, és utána pedig fölúsznak a darabok. Azért lett van egyiket furcsa, hogyha mi ezt csináljuk, mert mi az apámmal a Lőrinci Fonó Horgász Egyesület Balázs tavára jártunk, ami a kertesháza közé volt beékelődve, ott a Gyömrői mellett, és ezért fura lett volna, hogy 3 óra ücsörgés után apám elkezdett volna kotorászni a ízébe, a csővázó hátizsákba, és elővett volna egy ilyen ízét, ilyen, hogy 1942 mintájú védekező lézingránátot, hogy hívják.
hú, és bedobta volna a közepre, és tele feljött volna az egész. Abban az évben telepített halálomán. Az öreget szerintem korrekt volt előtte körbe kiállt, az volna, hogy hasra mindenki. Aztán csónakra is szedjük hasra ki a dolgot. Na, akkor jöjjön ez a pót hármas ugrás, most a szignált nem játsszuk le. Újra Szabina van velünk. Jó reggelt! Sziasztok! Szia! Ezt írtad, hogy itt kiabáltam, hogy egy teljesen dílisnek néztek, nagyon szeretnék a hármasokat játszani, lepjetek meg szülinapomra. Ma van? Nem, augusztus 6-án lesz majd. Ja, hát azért az még rá. Kicsit előre. Augusztus 6-a. Gyönyörű dátum. Mivel foglalkozol, Szabina? Én hostess vagyok jelenleg. Aha, tanulsz közben? Igen, mellette tanulok még vállalkozásfejlesztést, mesterképzésen. Vállalkozásfejlesztő mesternő leszel? Csak vállalkozásfejlesztő közgazdász. A közgazdász, jól van. És a hostesskedést miket válasz? Meddig mész el? Általában áruházi promóciókat szoktam vállalni. Milyen promóciót? Áruházi. Ja, ez a kávékínáló, kekszkínáló, vajas, krémes, szendóka kínáló. Milyenek az emberek veletek hostessekkel? Mert én mindig azt látom, hogy ti ott álltok aranyosan, előttetek tényleg a kis megkent kifli darabok, amikor egy új vajat vagy én néha azt látom, hogy tök türelmetlenek vagytok, amikor mit tudom, én már tizedszerre megyek vissza a termosszal, hogy még egy kávét vinni. Szerintem az emberfüggő egyébként. Kedvesek szoktak lenni az emberek legtöbbször. Meghallgat téged? Mert nyilván el is kell mondani, hogy ugye mi a termék, miért kóstolja. Persze, a termékinformációk. Hát van, akit érdekel, meghallgatja, van, aki csak oda jön, és akkor szeretne enni valamit, mert pont éhes, vagy csak kíváncsi rá. Hát általában meghallgatnak. Aha, ha Jani legközelebb megy, akkor mondd meg neki, hogy nyugodtan elviheti a fogpiszkálókat, jó? Amivel össze van tűzve. Igen. Még pluszba is adok neki ajándékba. De aranyos vagy, köszönöm. Ilyen rendes. Így van, ja. Így van. Na, tudod, Szabina. Összekötök egy csomag fogpiszkalt, és az a törpe Marokkó. Utazási Marokkó, ez tök jó. Marokkó. Szabina, akkor jön az első kérdés. Na. Tudod, ez egy állójegy, de háromnapos és két személyes. És nem kapkodunk, gondolkodunk. Oké, rendben. Milyen színű zászlóval jelzik a versenyzőknek, hogy tilos az előzés a pályán lévő akadály miatt? Hogy tilos az előzés a pályán lévő akadály nagyon miatt? Nagyon triviális, nagyon-nagyon-nagyon sokat látjuk ezt. És hogyha még mellé raknak egy táblát, amin SC felirat van, akkor még jelzik azt is, hogy ugye bejön a safety car, de ez a... Sárgazás. Úgy van! Jaj, de jó vagy! A jó Istenök! Hát kutyafár! Jézusom! Megvan a két személyes állójegy. Ha már nem iszok több kávét. Ez a hiperben a hostess lányoknak. Szabina, menjünk-e tovább? Ugye Red Bull relikvia van. Igen, és azt szeretném kérdezni, hogy ez most úgy van, hogy akkor, hogyha nem tudom a választ, akkor valószínűleg bukom a két darab állójegyet, igaz? Igen. Sajnos úgy van, de majd hát szerintem ez is egy elég triviális kérdés. Aki egy picit otthon van a Forma 1-ben, az sejtheti, hogy mi a válasz, és kihangsúlyozok itt ebben az esetben a Red Bullos relikviát. Érted, ugye? Értem, csak... Na. Akkor... Tényleg lehet, hogy nem figyeltem, mert nagyon cuki a hangot, hogy segít valaki? Hát elég sokan vannak, akik segítenek, csak egy kicsit félek, mert tényleg nagyon szerettem volna, hogy megkapjam a jegyeket, és egy kicsit félek, hogy esetleg, hogyha nem tudom a választ, akkor majd bukom. Jó, aha. Szerintem menjünk neki, egy picit tudunk majd segíteni, illetve segíthet az előző témánk is, ahol a Demcsák Zsuzsának az új barátja is szóba került. Ja. Jó, na menjünk, szerintem menjünk. Jó, rendben, menjünk. Na jó van. Ki a Forma 1 történetének legfiatalabb világbajnoka? Legfiatalabb? Már keresi, már írja. És a Red Bullhoz kapcsolódik. Hát, de na! Igen, és, igen, a, és picit, a Zsuzsihoz is. Az előző óra téma. Érted. Két Igen, nem a másik, hanem az egyik. Sebastian Vettel. Ez az! Ez de rohadt nehéz volt! Ő lett volna, de csak Lewis Hamilton zavar, de hogy vajon ő fiatalabb, de nem, ő volt. Ő volt az. Ő a legfiatalabb. Picit féltem, hogy a
Sebastian alapján bemondod a Jacques Villeneuve. Ne. 23 éves és 132 napos volt a világbajnok. Vagy cirka 100 nappal előzte meg ezzel egyébként a Hamilton. Igen, rajta gondolkoztam. Így de... van, így van. Szabina, túl igen, vagyunk. Mert a Forma 1-nek mindig voltak legfiatalabb világbajnokai, igen, de aztán teltek múltak az évek. És jött egy újabb. Szabina, ott tartunk most, hogy megvan a két személyes állójegy három napra, és megvan a Red Bull relikvia. Most van itt a nagy kérdés, hogy úgy döntesz-e, hogy akarsz-e ott ülni a padokkal szemben, látni a rajtot, látni az izzadó pilótákat, hogy tartják föléjük az esernyőt, irigyelni a grid görlöket, hogy ott is lehetnél, hiszen te is hostess vagy. Így van, te is ugyanolyan szép vagy, mint ők, megnézni a kerékcseréket. Láthatnád Nico Rosberget, alias Britney-t test közelből. Vagy azt mondod, hogy ez neked elég. Hát csábító az ajánlat, de nem tudom, hogy melyre kell neki ugrani a harmadik kérdés. Ki a kedvenc csapat, ki a kedvenc pilóta? Ferrari. Aha. És Massa, illetve Fettel Drucker vagyok. Aha. Fettel Drucker vagy, ahhoz képest elég sokat gondolkodtál. Akkor inkább... Nem kicsit izgulok, hogy őszintén. Azt halljuk. Hogy mi legyen? Aha. Szerintem álljunk meg. Ja. Én azt mondom, hogy örüljünk ennek is. Jó, de most van még egyébként ez a két szupergold jegyünk, tehát... Ja. Még egy harmadikra volna. Gondolsz, akkor egy harmadik hármasugrás csak játékra? Szupergold. Csak így az íze kedvéért? Ja. Nem, oké, Szabina, elfogadjuk a döntésedet. Igen? Nem! Mit nem? Nem, ne fogadjuk el, menjen tovább, basszus. Hát, és ha elbukja? Majd akkor próbál, hát valamit, nehogy már érted, Feri, hegyekben állnak itt ezek a rohadt. De lépni nem tudunk a szupergordiért. Természetesen nem igaz, de azt szeretnénk, hogyha ott lennétek. Oké, Szabina, tessék, na, mehetünk tovább. Így van, becsüljük a bátorságodat. És kézzel most tényleg elbuknál. És még így 10 óra magasságú, és még így győzködnénk arról, hogy de tudod a jó választ. Szabina, megyünk na, tovább. Na, mi legyen? Legyél bátor. Milyen legyen a kérdés? Forma 1-es. Aha, Forma 1. Sokat segített. Tudom. Figyelj, ez egyik pilóta nemzetiségére vonatkozik. Mostani pilóta? Igen. És hogy hívják? És ő vezeti az autót. És Forma 1-es. Csodálatos. Nem lérjó. A nevéből ki lehet találni. A mongol fél testvérek. Ne, hát jó, rendben, menjünk tovább. Így is van. Na figyelj, koncentrálsz, nem kapkodsz. Understand? Igen? Jó, milyen nemzetiségű a Toro Rosso pilótája Carlos Sainz Jr.? Értem. Milyen nemzetiségű Sainz? Por favor. Toro Rosso. A Carlos. Carlos Sainz, milyen nem tudom. Toro Rosso. Toro Rosso? Spanyol. És tudja! Megcsináltad, de király! Szabina, szupergold jegy! Te nagy vagy. Ott vagy. Csak végig hasítottál, végig száguldottál a kérdéseken. Engem kísértetiesen emlékeztetett ez a kérdez felelek a matek érettségimre. Pont ilyen volt az is, kettes lett. Köszönöm szépen, és a munkatársaimnak is. Ja, ez nem egyedül ment, ugye? Hát, nem baj az, Szabina, jól van. Nagyon örülünk, hogy így örülsz. Jó szórakozást kívánunk. Nagyon szépen köszönöm, és... Istenem, csak nyugodj. Köszönöm szépen, fiúk. Meg örülök, hogy beszélhetettem. Látod, meg azt, annak is örülünk, hogy így sikerült a harmadikba is bele lögdösni téged, mert megálltál volna, azért ez mégiscsak jobb, kényelmesebb, szebb. Ott lehetsz a Magyar Nagydíjon, a Hungaroringen, és test közelből érezheted a felbőgő autók zaját, a benzingőzt, marha jó lesz neked. Hát én nagyon örülök neki. Édes Isten, egyszer vidnénk neki virágot, te. Hát azt a hálát. Szabina! Szabina, gratulálunk, érezd jól magad. Nagyon szépen köszönöm, és szép napot nektek, meg jó munkát. Neked is, puszi, szia. Köszönöm szépen. Hát a jó szívünk az.
Isten. Azt a mindenség. Tényleg nehéz. De nagyon örült. Volt az a harmadik. Aha, nem volt egy Carlos. Nem volt egyszerű. Egyszer már hallottam egy ugyanilyen reakciót egy csapatépítő után, és köszönöm szépen a munkatársamnak. Holnap is lesz hármas ugrás, és akkor mondjuk, hogy ott egy nagyon különleges főnyereményünk van, mert Super Gold jegy lesz ott is a végén, de VIP kiegészítővel, ahol ugye ott a tribün mögött van egy ilyen elkerített rész, egy nagy sátor, ahol mindenféle földi jó vár benneteket, úgyhogy az még egy kis plusz történet lesz majd. Illetve nem fog megállítani a biztonságért, és nem mondja azt meg, hogy azt bárki mondhassa. Hogy az maga, pedig nem is. Na, a mai nap utolsó híre legalábbis itt reggel egy hihetetlen átalakulásról van. Egy amerikai férfi, aki katonaként éli az életét, katonatiszt, aki elment egy afganisztáni kiküldetésre. Ez egy 12 hónapos, egy éves történet volt, és amikor itt hagyta az ő élete, szerelmét, a feleségét, akkor hát anyu egy picit túlsúlyos volt. De nem volt semmi gond ebből, a férj soha egy szóval nem említette ezt. Ő ugyanolyan szerelmes volt így is a feleségébe, aki szült neki, nem tudom, két gyönyörű gyereket, és hát a felszedett kilók, az áldott állapotban felszedett kilók, azok rajta maradtak. De apa soha egy szót nem mondott, ugyanúgy imádta, szerette, majd elment ugye harcolni. Sohajtozott, és bevállalt egy egyéves afgán kiküldetést. Amikor hazajött Afganisztánból, a repülőtéren, ahova kijött elé a felesége és a gyermek, vagy gyermekek, csak annyit volt képes mondani, hogy vov, így írja a cikk, hogy vov. Aha. Ezt mondta, semmi más nem tudott, ugyanis anya egy kicsit megváltozott, kemény fogyorkúrával és rendszeres sporttal 45 kilót dobott le magáról. 45 kilót, képzeld el egy év alatt. Az tényleg nagyon-nagyon komoly teljesítmény, és van kép előtte, hát utána. Az konkrétan olyan kép, hogy már te érzed magad dagadnak a feleséged mellett. Ja, már a lefogyás után? Igen, hát ő nyilván inkább izomzattal rendelkezik, mert katona, de valóban anyu nagyon-nagyon jól nagyon néz ki. Komoly. Nagyon csinos. Nagyon. Lett. Csodálatos egyébként, csodálatos az átváltozás. Ilyenkor mondjuk azért felmerül a gyanú, hogy videótelefonálni nem nagyon volt lehetőségük, vagy mindig valahogy terelt anyu. Hát igen, ő, ja, és ami izgalmas benne, hogy ő nem szólt egy szót se a férjének az egészről, tehát beszélgettek mindenről, hogy van a gyerek, befizetted-e a számlát, hogy vagy drágám odakint Afganisztánban, nem vagy a veszélyben, szeretsz-e még, mindent átbeszéltek egy éven keresztül, a anyu egyetlen egy dolgot nem mondott, hogy ebbe belekezdett ebbe a projektbe. És amikor megjött apa, aki nyilván vitt magával egy fényképet, amit kitett az ágya mellé, tudod, anyuról meg a gyerekről, így nézte a fényképet meg az új nőt, ez te vagy? Hát illetve nem, mert az első mondata az volt, hogy vov. Hogy wow, hello, mindjárt jön a nejem, úgyhogy gyorsan cseréljünk telefonszám. És hát ő volt az az új nő. A kérdés pedig az a hallgatókhoz is, hogy te mi olyat tettél meg a párodért, akár feleségért, akár férjért, amivel nagy örömet szereztél neki, de nem tudott róla. Én a kedvér leérettségiztem. Kétszer. Tényleg kértem Mónika azt azért csináltad? Igen, mondta, hogy ha valamilyen szinten azért tanuljak már tovább, mert tök kellemetlen az ő társaságában. A szakmunkás bizonyítva. Tehát mondta, hogy nagyon szeret, ugye? Hogy igen, nagyon szeret, neki jó így vagy van, így? Így van, de legalább papíron, legalább legyen róla papírom, hogy tudom, hogy mik azok az ikésigék, ha már az élő beszédemből nem jön. Eszem iszok, dínom dálom. Eszek iszok, dínom dálom. Legalább jöjjön már elő valahogy. Szóval hát igen, ez hát egyébként, ha valakit szeretsz, akkor nagyon sok mindent bevállalsz ért, és nagyon sok mindent megteszel azért, hogy egy kicsit a kapcsolatotok olyan olajozottabban működjön. De sikerült az érettség? Igen, hát azért oldom, meg lett ez a rohadt kettes. De ez azért nem jó példa, tehát maga a sztori nagyon aranyos volt, köszönjük János, üljön le, mert hogy ezt kérte a Mónika, hogy te csináld meg az érettségit, hogy olyan sztorit keresünk, ahol nem kérnek, mert ugye az afgán katona se kérte azt a nejétől, hogy fogjon le, hanem ő akart vele meglepetést szerezni. Aha, tehát hogy valamit megváltoztatsz mondjuk a testedben azért, mert észreveszed, hogy mit tudom én, zavarja a fogai közt a szőr. Igen, de nem szól. Hanem csak így már jön a meglepetés. Júli, jó reggelt! Jó reggelt! Fogad közt szőr, vagy valami más sztori? Nem, őt nem zavarta soha. Igen, csak fekete színű fogsejem. Én alkoholizáltam. Igen, de már nem iszom. És nyelvtanfolyamra jártam a Miróért. Nyelv? Milyen nyelvtanfolyamra? Szerb. Ja, hogy a te férjed, persze, igen. Szerb. Ugye ő szerb, és hát igen, én elkezdtem szerbül tanulni, hogy az apósommal kommunikálni tudjak.
meglepiből. Úgy, tehát akkor te apukának akartál kedvezni, nem is nem, én tudtam, hogy a Mirónak ez fontos. Vagy hát neki nem, ő sose tette ezt nyilván nekem szóvá, tehát őnek, sőt nem is voltak ilyen feltételek, hogy nekem meg kellene tanulnom szerbül, de tudtam, hogy ez nyilván nála fontos. Úgy, és hogy... még kettőt nyomaték kedvére a levegőbe lőtt. Így van, úgyhogy úgy, elkezdtem szerbül tanulni. De csak ilyen szuperintenzív volt, hogy bement, és mondják meg gyorsan, hogy mondják azt, hogy csókolom apuka. Igen, és sajnos még nem beszélek szerbül, de majd megtanulok szépen. És a kalasnyikó zárvázát, hogy lehet. Kérem, fordítsa el a fegyvert, ne felén tüzeljen. Hogy, na, hát igazából az volt a fő cél, hogy a nagypapával tudjak kommunikálni. Aztán persze az is fontos volt, hogy megtanuljak, vagy felszedjek egy rendes használható nyelvtudást, és akkor elkezdtem magántanárhoz járni. És meddig jutottál el benne? Én nem csináltam nyelvvizsgát soha, de hogy most mondjuk a Miró... Tehát ha egyedül maradsz a papával, mert a Miró a haverokkal elmegy, nem tudom, mit csinálni, akkor tudtok dumálni? El tudnék vele beszélgetni, de ritkán maradok egyedül a papával, mivel Banyalukán lakik, és Magyarországra legutóbb az esküvőnkör jött. Majd nem zavarnak sűrűn. Nem. Tehát mi szoktunk néha hozzájuk menni, de az a lényeg, hogy igazából nem a nyelv tanfolyamon tanultam meg, amit megtanultam, hanem a férjemtől, vagy ami rám ragadt. De hát hogy mindent nem mondhatsz a nagypapának, amit a férjetől tanultál, azt például nem. Azt, hogy ne, ez már fáj. És mi ez az alkoholos rész, hogy itt áll a férjedért? Hát a Miró ugye ő vendéglátós, és szerb, és férfi, és így ez a három így együtt, hát a Miró az igen, az nagyon benne volt az éjszakai életben, mikor mi megismerkedtünk, és akkor hát én is belecsöppentem az éjszakai életbe, és rengeteget mulattunk, és emlékszem, hogy édesanyám, amikor a Miró megkérte a kezemet, akkor mi reggel 9-kor, már vagy 10-kor pertut ittunk bent az étterembe, ahol a Miró dolgozott, és én ezután mentem haza, már fél 11-kor, kicsit kapatosan, és anyám így állt, és alkoholista lett a lányom, úristen, kihez adom, tehát rettenetesen be volt tojva, hogy tényleg kihez adja a lányát, de aztán nyilván most már nem megnyugodott. Persze, nem lehet. Most már tudja, hogy kihez adja. De, hát de mondtad neki, hogy nem kell félnie. Persze. Rekárogjál! Anyám, mi bassz! De volt nekem például egy korábbi pasim, aki szerette a vagány csajokat, ezért elkezdtem siklóernyőzni tanulni. Az is miatta. Jó. Az is és egy 8 emeletes épület sarkán. Egyébként miatta ez még az imponálás időszak? Igen. Ja, amikor be akarsz nézni. Hát, hogy persze. És te elsuhansz mellett az ernyővel. Nem, én azt gondoltam, hogy ha érdekesebb leszek neki, meg izgalmasabb leszek neki, akkor annál jobban akar majd. De sajnos nem akart annál jobban, úgyhogy én meg rájöttem, hogy a siklóernyőzésbe néha bele is voltak emberek. De lehet, hogy egy új frizura is elég lett volna. Lehet, de ezt nekem senki nem mondta. Akkor még hittél ebbe. Anna, te is megtettél olyan dolgokat, amikre nem gondolta te Pétered? Itt állsz sorba. Igen, itt bejöttem rögtön a nyuli mögé torlódok, megtettem igen sok mindent. Hát de azt egyébként is jó. Azt dobjuk a témát, nézd oda. Hát nekem a kettő ilyen dolog van, ami elég markáns. Az egyik az Újpest kemény mag. Péter nagy Újpest drukker, élet első szavaz volt, hogy lila, 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 és azóta ez maradt is. De nekem le kellett mennem vele meccsekre. De ezt ő kérte, hogy gyere le, nem? Hát ő megkérdezte, hogy lemennék-e vele meccse, mert hogy ő nagy fan, egyebek, megismerkedtünk, és hát ott volt a helyem, úgy gondoltam. Érdekes tapasztalás volt, tehát lejárogattam párszor. És még ezután is szerelmes voltál belé, hogy ez WC papírgurigákat dobáltak be, hogy hívják le sűrös üveggel. Hanna, akkor megtanítom, hogy kell dobni a pénztárgép, hogy hívják csíkokat. Szalagot, és figyelj, mutatom, hogy a Fradi B közében hogy kell bedobni a sörös üveggel. Nagyon figyelj rá, hogy a molotov koktélnak a végén mekkora a gyújtórész, mert könnyen a kezedre. Az már inkább nem. Nem tudod felszedni a csatorna fedeleg. Nagyon-nagyon szolidan telt, csak esernyőt törtek szét a combjukon, meg ilyesmi, tehát nem volt semmi. Nem volt semmi, nem. Egyébként nem volt. Nagyon jó hangulatú volt, tehát semmi. Én élveztem egyébként. Nek tetszett, hogy ilyen szenvedélyes, ahogy ott drukkolt, tehát még jobban szerelmes lettem. A másik ilyen történet pedig a heavy metal rajongása. Most itt, tégy magad éve. Csak kiabált közben, hogy szemüveget a bírónak. Lásd, te mondd!
hát igen, hasonló volt. Akkor még volt feeling a meccseken. Hmm. Akkor még volt, amikor ez a kezdetén volt. Akkor még volt. Na és a másik a metál. Péter nagy metál fan, ezt Jani igen. tudja. Neked te is szerintem, Feri. Ezért és megtanultam hát... láncot enni és vért inni. Ezért megtanultam. És fekete miségre jártunk együtt. Ezért fölvaradtam magamra egy 666-os logót. Nem. Elmentem pár metál koncertre. Érdekes volt. Mint egy pokolgép koncerten, amikor jött amikor mindenki meggyújtja az öngyújtót, ugye a Bon Scott emlékére a dal, és akkor én le kell térdelni, mert én nem tudtam, mert annyira beszűkítettem a gatyámat. A fémzenetem, Roma. Egy kő leszel benne? Nem felejtünk soha! Így volt. Na és hát egyetlen ember állt a Petőfi csarnokba, én, mert egy bizonyos pontig tudtam csak letérdelni, Péter rémülten, hogy térdelj, mondom, én nem tudok, annyira szűk a gatyám. De hát elmentem, meg Egy popper! Kapjátok kell! Áruló! Nem leszek? Megfojtottak a tarisznyámmal, nyakamra tekerték. Ezek érdekesek, de teljesen nem az én közegem, de tetszett, szóval ott aha, is még szerelmesebb lettem ezután is, mert ugye láttam, hogy ott is milyen szenvedéllyel, tehát a rockzene oltárán, ahogy adózott a Péter. Igen, mert a Péter egyébként egy ilyen nagyon, nagyon kedves, visszafogott fiatal, művelt, intelligens, minden a lovi, művelt, újságíró, egy csomó dologról tudsz, hogy beszél, és akkor azt látod, hogy betérdel, és egyébként hát de figyelj, ahogy ő kinézett abba az időbe, tehát, hogy gyakorlatilag magad se érted, hogy jöttetek hát össze. 5 kiló vas volt rajta, lakatok, láncok. Mikor mentünk, találkoztunk a Petőfi csarnok előtt, és megláttam őt ebbe a szerelésbe, hát az ugye elgondolkodtam, hogy akkor hogyan tovább. Akarod-e ezt hát, jó, Isten mondom, ezt majd este leszedni róla. Ja. A rengeteg csörgő, cuccot, lakatot, láncot, ezeket a bőrcsukló szorítókat, meg ez, mint az újságosoknak, ilyen újatlan kesztyű bőrből. Tudod, ezek a ilyen tök menő, fú, nagyon komoly volt. Na hát ez de kérdez, hogy ne vegye le, mikor hazaértek. Nem, mint egy állat. És a láncot másra is lehet használni, mint övcsatnak. Annyi fém volt a Petin egyébként abban az időszakban, hogy egyszer elaludt a Hős utca környékén, és másnap a mégben találták. Drága hallgatók, írjatok nekünk, mit tettetek meg a páratokért, férjetekért, feleségetekért, vagy csak egy kapcsolatban, amit ő nem kért, nem feltétlenül kért, hogy szerettétek volna vele meglepni. 6 perc múlt el, 9:30, jövünk vissza az SMS-ekkel. 3:10 lesz 5 perc múlva, picit visszaugornék a hármas ugrás játékra, mert nagyon sokan írtak Szabina játékára, például csak egész egyszerűen annyi, hogy most ezzel a csajjal szexelni, te jó ég, milyen jó lenne, ahogy megnyerte a jegyeket. Milyenek vagytok, és nagyon-nagyon örültetek azért az ő sikerének. Mondjuk egy ilyen műsor után már általában rágyújtani szokott az ember. Ez biztos, hogy ilyen sikoltozás van. De nagyon örültek, és nagyon örültünk, hogy örül, mert tényleg, higgyétek el, hogy mi ezeket a jegyeket oda szeretnénk adni, nyilván van azért egy útja módja a dolognak, nem lehet mindenkinek feladni, csak úgy postán, csak így ajcsiba, van 3 kérdés, ezekre a kérdésekre válaszolni kell, de tényleg az Úr Isten látja a lelkünket, hogy nem akarunk senkit megakadályozni abban, hogy kimenjen, de azért vannak kötelmek, vannak követelmények, amiknek meg kell felelni. Igen, a játéknak van szabály, ezt be kell tartani. M5-ös autópálya, M0-ás csomóponttól körülbelül 10 kilométerre, ez a 32-es kilométernél történt egy baleset, le is zárták a pályát, de most már megindult a sor. Nokedli is ezt írta nekünk. Fontos az M7-esen Nagykanizsa felé Siófok után 2 kilométerre a külső sávban egy nagy fekete autó gumidarab van. Figyeljetek oda, mert ott felejtették Fruzsi és Szandi. Rajka határnál a haza irányában már kb. 10 kilométeres a kamionsor és áll, mint a cövek. Help! Köszönöm, jók vagytok, ciao, Kori! Hát Kori, nagyon segíteni nem tudunk, türelmet kívánunk, meg aztán jön Csabi a kívánságműsor zenéivel, meg addig még itt vagyunk mi is, úgyhogy így vagyunk. Na, arról kezdtünk beszélni, hogy egy amerikai katona Afganisztánban volt egy évig, itt hagyta ugye a családját, nagyon szerette és szereti most is a feleségét, de anyu fölszedett egy jelentős súlytöbletet a gyerek születése után, és nem szólt a férjének, de elkezdett sportolni, fogyókúrázni, és az egy év alatt, ami kint volt Afganisztánban a katona, 45 kilót dobott le, és egy nagyon szép sukármenyecske lett belőle. Döbbenetes a változás egyébként, valószínűleg abban a pillanatban elfejtette a régi 3 darabból kihajtható fotót, ugye a katona úriember, amikor meglátta a nejét. Itt van előttünk egyébként
a három fotó, illetve hát egy ilyen előtte, utána meg egy közben fotó, és hát megdöbbent parádés, a változás. Parádés. Megdöbbent. Bár Lassziak volt egy észrevétel, hogy mi van, ha csávó meg úgy szerette kicsit ducin az is igaz. Érte? Az is teljesen jogos. Azt mondja, hogy figyelj, mit csináltam magaddal, elhagylak. Azt mondjuk, de nyilván nem, de az lenne az igazi trauma, és arról kezdtünk el beszélgetni, hogy ki mit tett már meg a párjáért. Juli is és Anna is meséltek, és hát ti is írtatok. Parádés. Megeszem a főztjét. Az én párom a tudtom nélkül jelentkezett a hármas ugrásba, hogy meglepjen, de sajnos nem került be, de smiley-le jel van mögötte, még holnap is ott lehet. Lesz rá lehetőség. Móri egyébként például a kedvemért megpróbálkozott a főzéssel is. Ő nem nagyon tudott főzni, de egy-két ételt, ugye ételnek az elkészítését csak a kedvemért megtanulta. Aha. Melyik a egyet mondj? A tejbegríz az egyik, a másik pedig a rántott leves, illetve a rántotta. Akkor ez már három. Nem. Ennél azért egy picit bonyibbaknak és is. És mondod, hogy de tejbegríz ne főzzél, drágám, mert azt most ettünk. A barátnőm glutén és laktóz érzékeny. Készítettem neki rakott krumplit. Ez is több, mint a semmi. Évként igen. Én csak annyit kérek, hogy az asszonynak mutassátok be ezt a nőt. Aha. Ez valószínűleg ugye a katona. Igen, és ott is lehetnek ilyen. Igen, egy kis probléma. Heti háromszor lenyírom a füvet a tudta nélkül, és észre sem veszi. Mert ez szerintem ott hibázol, hogy nem hagyod mondjuk egy pár hétig nőni a füvet, és nem úgy vágod le. Ha hetente háromszor levágod, akkor ez természetes standard dolog. Így van, és észre se veszed valóban. Kedvesemnek meglepetésként elvégeztem egy cukrász tanfolyamot, most főzni tanulok, és leadtam több kiló színes fémet. István, jó, jaj, férfi ember csinálja ezt, ez nagyon-nagyon jó. Jó van, köszönjük szépen az SMS-eket. Későn kezdtük el szerintem ezt a témát. De jönnek még, csak még ugye a nap ismétlése hátra van. A Magyar Nemzeti Banknál megtiltották azt, hogy ételt vigyenek be a dolgozók, egy büfét nyitottak, adnak egyébként egy havi 14 000 forintos így van, támogatást. Így van, de ne felejtsük el soha, hogy ezek általában csak tévaindító kis hírecskék. Valójában itt nem ez volt a téma, hogy most mi történik a MNB-nél, hanem az volt a téma, hogy mik azok a dolgok, amiket elvesznek, vagy éppen adnak a munkahelyeteken a főnökeitek, és hogy teszik ezekkel kellemetlenebbé, vagy éppen kellemessé. Így van. És hogy mi a magyarázata, mert ugye általában inkább elvesznek. Aztán volt egy másik kiinduló hírünk, hogy Demcsek Zsuzsára rátalált a szerelem, boldog, azonban az a fiú, akivel ő most összejött, az sokak szerint nem alkalmas a párkapcsolatra, és ezt az exei állítják. De ott sem Demcsek Zsuzsáról akartam beszélni. És nagyon sokan írtak is a Zsuzsának, akiről nem akarunk beszélni, hogy megvédjék Sebastiántól, így hívják a fiút, akiről szintén nem akarunk beszélni. András jelentkezett, aki az exéről mesélt nekünk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 6 perc múlva 10 óra, Abázi Csabi megint szabadságon van, helyette Kovács Áron dolgozik. Így van, ő fogja tolni a kívánságvésort. Szevasztok, itt vagyok. Nem, hát jöttem befel, és láttam Csabit, hogy a Kájgóra táncol, mint az állat. És mondom, hogy Csabi lassan kéne jön, ez vá, még van 2:43 belőle, és kész. Kájgótól megőrül. Na, az igazi apropója természetesen ennek a dolognak az, hogy berántottuk Áron, viszonylag ritkán szoktunk találkozni, mert általában hétvégenként van. Igen. Itt, és ezért viszont egy pár héttel ezelőtt, vagy hónap ezelőtt felvetődött, hogy ugye Áron készül egy nagyon komoly megmérettetésre, mert hogy leszeretné októberben futni a Budapest maratont, ami egy nagyon nagy vállalás, főleg annak a tükrében, hogy ugye Áron cukorbeteg. Mm. Ja. És milyen indokkal mondod le? Még mindig az, hogy nem múlik. Nem, a makacs, és miért makacs, nem? Olyan, mint a makacs influenza. De meg lesz. Na jó, tartok, elkezdtem edzeni. Közben egy olimpiai triatlont is bevállaltam. Okos vagy. Jó. Mi ez? Most mi a következő hónap? Augustus. Segíts már. Köszönöm. Augustus végén. Igen. És semmi, nagyon haladok, most futottam ugye Böjte Csaba Árváinak egy 26-ost, és akkor így szépen megyünk egyre följebb, és akkor ez októberben 42 egész valami meg lesz. Úgyhogy fia, nagy boldogság. Hogy állítod a bringás nadrág? Na ez a kegyetlen. Mert a triatlonban van egy nem biciklis. Szeretném, hogyha a Facebook oldalamra rámennétek, jó? Mert akkor onnantól ez a heti műsoradag megvan. Akkor tehát, hogy életemben nincsen szánalmasabb ruha szerintem a biciklis ruhánál. Tehát, hogy az tényleg két embernek áll jól, Brad Pitt, és mondjuk
mondjuk a Jani. Nem ismerem. Áronnak nem, mert Áronnal az a probléma, hogy neki olyan szép, nagy formás tompora van, hogyha nudista strandra járna, akkor valószínűleg bödörös naptejet kéne hozzávenni. Nincs oda. Na, úgyhogy fölvettem az elsőt ennek tükrében, és így fölvettem, hogy beugrom a feleségemre, hogy tadám, én rám nézett, az ezt a szó szerint idézem, azt mondja, na, hát a cirkuszban van, mehetsz ágyugolyónak. Az ágyugolyó ember. Igen, az élő ágyugolyó. Ne reklámozz. Na, hát ez vagyok én. Biciklis ruhában, kételen voltam főben. Facebook oldalon fenn van? Jani, figyelj, most letekerném az őszinteségedet 87%-ra, lehet azt? Nem csak 62%-ra. Letekerném, 50, maradjunk az 50-nél. Mondjál valami kedveset neki, Jani, tudod, ahogy szoktad ilyenkor. Nem jut szóhoz, tehát most van az, hogy Janinek kéz. Minden processzor nehéz. Figyeljük akkor az eseményeket, követünk, és ott fogunk szurkolni. Kedvesek vagytok. Ahol senki se lát, hívjuk a hallgatóját, légy szíves. Laci, kösz. Hajrá. Szevasz, Csabi. Gyerek. Viszont a színed jó. A biciklis nadrág régen a rockereknél fellépő gatya volt. Bizonyám. Igen. Csak nektek elő volt kitömve. Csak Michael Schenkernek még jól is állt. Haló! Hát. De ott volt. Ott volt. Jó, miután te beszéltél 2 percet, meg én beköszöntem már, hogy haló, mert ciki volt a csend. Nem baj, az Márk, ugye? Igen, Márk vagyok. Igazából Zsuzsi szíve számít igazán, amit Sebastian Fettel. Ezt írtad nekünk. Jó van. Adjuk a pontot, te vagy a naphallgatója. Jó? Szuper, nagyon szépen köszönöm. Küldjük az ajándékot. Nagyon nincs időnk beszélgetni, de annyit azért kérdezünk, hogy honnan küldted az SMS-t. 18. kerület. Jaj, Isten, a legkülségesebb kerület. Gyerekek, bocsássatok. Nem az annyira átlátsz, hogy nincs itt a Balázs, és akkor 18. kerület. Srácok, ne kérdőjelezzétek meg a 18. kerületieknek, a Lőrincieknek és az Imreieknek a lojalitását a rádiónk, meg a műsorunk iránt. És humorérzékét sem. Igen. Pláne. Köszönjük már, jó munkát neked, szia! Nektek is, sziasztok! Szia. Hello, küldjük az ajándékot, nagyon kevés időnk van, úgyhogy a főnök nem fogja megkérdezni, hanem azt szeretnénk kérni, Csabi, hogy ajánlj nekünk valami. Ha már az áron szóba hozta, akkor le kell játszani, hogy mások is táncolhassanak Kygo és Korrát slágerét. Imádod, mi? Na. De egyébként Kygo azt nyilatkozta, hogy egy nagyon fiatal norvég DJ srác, hogy annyira szereti a fesztiválokat, és ha belegondolunk, hogy a fesztiválokon ma már ott vannak a DJ-k, tehát régebben klubokban pár száz ember előtt, most meg tízezrek előtt játszanak. Kájgó. Nem csodálom, hogy így szeretik. Hívják a karancsoljának így, jó, nem? Kájgó. Szevasztok. 061-555-5500, ez Csabi telefonszáma, kérjétek az elkövetkezendő 5 órában, mi pedig holnap reggel vagyunk itt a 3-asban. Jó? Balázsra, szevasztok. Ciao. Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.